Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk sötétben már ugyan. Lassan itt jó lóg az eső lába, de egyelőre még mi itt Pesten kitartunk. Pest még nem esett el már, ami az esőt illeti, de hát szörnyű gyerekek, jövő hétfőig tudom nézni az infonomon, hogy milyen idő van. És 20 fok, és egy darab napot nem látok. Hétfőig nekem Budapestre az iPhone-om csak esőt mut a gyerekek. Sajnos. 20 fokkal nincs is baj. Azzal nem lenne. A szeptember belefér, de az eső gyerekek azért nagyon komoly. Tegnap még próbáltuk szépíteni, meg ma is próbáljuk az oldalát nézni, ez az a péntek 19 szakadó eső. Nem jössz ki. Nem annyira kellemes. Nem annyira jó. Igen. Ráadásul mi vasárnap ugye félmaratozunk egy pár ezeren. Ugye lesz a Vizer Budapest félmaraton, nagyon sokan indulnak rajta, többek közt mi is. Hát, fene tudja, hogy jó érzés lesz-e majd a szakadó esőben futni a rakparton, de nem lesz szakadó eső. Nem lesz melegetek, nézd a jó oldalát. Ja, ennyi. Így van. Persze. Megoldják felülről a hidratálást. Inni majd nem is kell, mert egyszerűen kívül kapjuk. Fölrakjátok az esőgumikat, fölrakjátok, azt ennyi. Hadd szóljon, érted? Teszel magad elé egy ilyen vizét, ablaktörlőt a fejedről, a baseball sapkáról, ami mozog. És törli a szemgolyomról. És ezt szépen töröm. De mi az, hogy többen futjátok? Váltóban futjátok? Hát egyrészt rengetegen leszünk, megint szerintem ez évről évre mindig ilyen indulói csúcsok vannak. Most meg ugye gyakorlatilag a félmaratonon kívül lesz majd párban is, meg trióban is. Aha. Úgyhogy a nejem Sterczer Hildával duettben fogja, illetve párban fogja lefutni. Triós ismerősöm az nem nagyon van, hát én meg ugye félmaratonban fogom bémkocogni majd az egészet. Kocogni? Igen. Szerintem, az már szép táv azért. Így előre mondom, hogy gyakorlatilag életem legrosszabb idejét fogom futni, ebbe biztos vagyok. Jó, nem az idő számít, hát most nem vagy te érted, egy Alonso, hát most ennyi, aztán fújt ki a szakmaórát, hát most ne szórakozzál. Most kifutja még le a rádiósok közül, érted? Most volt pont a hétvégén, Pilissen valahol, a Pilisben, nem tudom, Pilisszent lesz valahol, ilyen erdei futóverseny. Aha, de olyan terep, ilyen trail ultra? Igen, és terep félmaraton futott. Ja, igen, akkor az még nem ultra. Terep félmaraton. Az Pindrok Csaba. A Pindrok indult a terep félmaratonon. Maratonra készül, szerintem. Készül a maraton, és ezért bemelegítő jeget terep félmaraton. Aha. Tehát 21-et, de fölfelé. Aha, ja. Hát föl le tudod, igen, abba az a szórakoztató, hogy le is tudod, mert egy idő után más olyan szórakoztató, tehát le föl. Az terep félmaraton. Nagyon komoly távok voltak egyébként. Volt, azt nem tudom, hogy volt-e maraton benne, de hogy az erdőben futották. Aha. Az egészet, olvastam. Hát ilyen nagy egynapos program keretein belül. Akkor ugye azért ilyen ultratréleket futnak, ilyen 50-60-70 kilométereket, hát ezért nagyon durva. Egyébként a Pindrok Csabánál volt egy ilyen fogadkozás, vagy elhatározás talán egy cirka éve, vagy másfél évvel ezelőtt, hogy leszeretné futni a maratont, és azt szerintem az most fog majd októberben kicsúcsosodni a Budapest maratonon. Én évközben többször összefutottam vele, itt-ott. Fájt futás. Fájterszeránokon meg ilyeneken. Tudtál beszélni, vagy mindig futott? Nem. Mindig futott mögöttem. Mindig futott mögötted. Júj, de szép, gyerekek. Olyan vagyok már, mint egy ilyen termosztát díler. Hát most ezt elhiszitek? Komolyan mondom. Ezeket mindig viszed ennyire nálad? Értékes, vagy mindig kapsz egyet ajánlani? Elmondom, mi van. Van egy rossz sorozata ennek a H betűs márkának. Aha. És azt kivette meg? És ez a mi házunkban van felszerelve, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen folyadékkristályos kijelző, és 3 havonta az összes termosztát elszáll a házban, ami azt jelenti, hogy nem látsz benne semmit, belerakod az elemet, és ugyanezt látod, mint ami most van. Tehát nem tudod, hogy be van-e kapcsolva, mennyire van állítva, semmi. Úgy tudsz fűteni a lakásban, hogy odahajolsz, és elkezded a fölfelé gombot nyomni, és akkor hallod, hogy krattan, akkor tudod, hogy bekapcsoltad. A múltkor bementem a gyerekhez, szegény, és valami 28 foknál kattant. Nyomtam, melegít, és valamiért félreállítottam, és 28 foknál kattant. A gyerek az nem volt jó reggelre. Csattam. Konkrétan egy másfél liter folyadékot, ezt egy sós vizet kellett vele itatni, hogy visszapotoljuk a folyadékot. Mert, és elmondták nagyon kedvesen egy hölgy, aki betelefonáltam ennek a irodájába, vagy hát a szervizbe, és azt mondta, hogy igen, ők is tudják, ez egy rossz sorozat. Akkor adjanak újat. Ez tök jó. Ők megcsinálják garanciába, meg tök kedvesek, meg tök jó. Ez a sorozat, ez nem lett olyan jó, mint a többi. És 3 havonta, 2 havonta, amikor havonta elszáll a folyadékkristály benne, és mint egy ilyen termosztát díler, ezzel jövök, cserélek, csencselek, most hoztam 2-t, most visszajött 2, mert nem tudom lebeadni mind a 4-et, meg nem tudok fűteni. Aha.
Azt hittem azon, hogy ha eljössz, akkor leszedett, hogy Viki nehogy már otthon ne pazarolja már. Hát majd itt majd hideget meg meleget csinálni, majd annyira apa beállítja 28-ra. És a többit elhozza. Most egy termosztát van, ahol látom a hőmérsékletet, bekapcsolom, fölkapcsolom, elkezd fűteni, leszerelem, átviszem a másik szóval, felteszem, ott is bekapcsolom, és rohangálok egy termosztáttal körbe, hogy mindenhol menjen. Mondjuk mert ugye, ahol egy fűtést elindítasz, ott már leszerelted, mert utána már a rendszer azért az fűt magától, ha minden igaz. Gyenge zsebtükörnek jó tud lenni azért, mert van rajta az a két folyadékrista, és ki az, ami nem működik, nézd meg, hogy látod benne magad? Folyadékristában. Nézd meg. Jó, mi? Meg tudsz benne fésülködni? Meg. Akkor ne vidd vissza. Van két zsebtükröt. Nem, ezt kapom vissza, tehát nem adják ezt, nem cserélik ki, hanem ebben megcsinálnak valamit, itt a nyáklap, diódák, mit tudom én, mi van itt hátul, itt valamit megcsinálnak, két nap múlva csilli vidi. Pedig egy nagyon jó márkáról van egyébként, jó, mert ez szénmonoxid szűrőben abszolút etalonnak számít az, ez amit ők gyártanak. Minden menetalon. Ez a sonkás szendvicsben is nagyon jó. Ha ezt te leszereled, beállítottad 28 fokra, mert ez azt is csinálja, hogy ha eléri a 28 fokot, akkor most mi miért? Nem tudom. Hát most folyamatos fűtés van, tehát most 40 lesz a Beri szobájában reggel. Mesztelenül alszik ma a gyerek úgyis, úgyhogy nincs nagy baj. Nem igen, az nem tudom, mi kapcsolja le egyébként. De így viszem. Egyet viszek mindenhova. Szóval termosztát déler lettem, gyerekek, ha valakinek kell. Hát tényleg a HB-t is, ez egy jó márka. Nagyon jó márka. Tök megbízható. Igen. Ezt most hozom, viszem. De most, hogy beáll bejön a hideg, most ez elvileg péntekre kész van, és akkor letudtam az egészet. Uh-huh. És akkor jön a fix 28. Igen, és akkor lehet már kapcsolgatni. De hogy van ez, hogy valamiből rossz sorozat lesz? Értitek? Hát milyen világ ez? Hát, nem? Hát egyébként meg nem csak ennél fordul el, van prémium márka is, amiről tudok konkrétan, ahol azt hiszem, hogy a kuplunggal volt talán probléma, akarok ügyeséget mondani, autóval is. Ott megette meg a kuplung penész? Hát 10 000 számra hozták vissza, egy japán márkáról van szó, szóval én csodálkoztam is rajta, hogy ez hogy fordulhat elő náluk. Ha valaki ott beszakézott. Konkrétan oda benn maradt, ugye. Benyomták a kuplungot, és akkor ott is maradt. És azért az nem túl mókás. Hát nehéz úgy elindulni, igen. És amikor tudod, a világ minden tájáról, rengeteg országból hívják vissza a márkakereskedésekhez az autókat, azért az picit kellemetlen tud lenni. Nincs hát ilyen, én tudom, milyen az. Ki a végén. Tessék? Az autót, hogy lejön a gyártósorról, akkor nem mennek vele egy 5 métert legalább. Dehogy nem, van egy pár száz kilométer benne, dehogy nem. Aha. Sokakban. Na, aztán ezeket visszatekerik nullára. Hát úgy látszik, nem. Aha. Erősebb használt után 100 kilométer. Sokban van egy pár száz kilométer, aha, csak aztán azokat ugye nullára tekerik. Tehát, hogy nem is nem veszel te 0 kilométeres autót, valamennyit beleraknak. Az még a jobbik eset, ha nem töröttet veszel újonnan. Az is egy elég érdekes eset, igen. Mikor a kamionon kicsit megtörik, tudod. Leszedik, kijavítják. Nem is nagy törés igazából, hanem mit tudom, kavics felverődés, vagy rányitnak egy ajtót, azt leszedik gyári fényel, megpróbálják befényezni, de a gyári fényezés vastagságot nem tudnak rátenni. Igen, az akkor ciki, amikor beméred ezzel. És beméred egy fél év múlva, és mondják, hogy hát a bal első ajtó az picit. Nálam. Hát picit vastagabb a bal első ajtó, és ott az van, hogy tulajdonképpen ilyen, hát fényeztek. És ugye a gyári vastagságot hiába a szakszervis se tudja rátenni, mert egészen más a maga technológia. A technológiát ott olyan nyomással teszik, hogy azt nem tudod rátenni. Tehát ez mindenféleképpen vastagabb lesz. Ez szexi dolog egyébként, ja. Igen. Igen. Új teló megvan már? Néztem tegnap, egyébként bele is néztem. Annyira tudom, hogy belenézel. Hogy ne, belenéztem magába a prezentációban, nagyon tetszett. Pont altattam a Bennit, és aztán hívott a barátom, hogy most megy, és akkor mondtam, hogy jó, akkor erre rácsatlakozunk, átküldött egy ilyen címet, ahol lehetett nézni, néztem. Meg izgalmas az óra is egyébként. Igen, az sose lesz nekem ilyen, de tetszik. Mutatós, egyébként jól néz ki, hát, hogy egy dizájnban soha nem volt probléma ennél a márkánál, ugye nekem is tetszik az óra, de hogy még mindig nem tudom felfogni, még mindig nem tudom megérteni azokat az embereket, akik lecuccolnak a székház elé. Én nagyon szeretem ahol őket. És ott ülnek, és a kezükben ott van az előző széria. Nagyon nagy. Tehát, hogy a kezükben ott van az előző széria, és akkor együtt hallgatják, együtt nézik, és már alig várják, hogy az újat megkapják. Nagyon nem nagy. Tegnap volt ugye az Almás Telefonnak a Tim Cookos bemutatója, a nagy évi őszi prezentáció. Amikor is hát tulajdonképpen bemutatják ugye az új modelleket, és hát bemutattak, ezt nem tudom mekkora lesz, mert hogy rohadt nagy lesz, tehát megyünk utána. Hát két méret van. Két méret van. Lehet választani, hogy mit kérsz? Est vagy X-elt? Nem, sorsolják, és akkor... ami jut, ami és jut. Ha én kapom a kicsit. Ha szeretnél, még a hármast kapod újra vissza. Nem, hát amelyiket megveszed, van ennél egy picit nagyobb, meg van sokkal nagyobb. Nagyon nagy. Sokkal nagyobb? Az elég komoly. Azt kéne.
elég komoly. Gyerekek, ez presztízs kérdés, ebből nem engedek. De figyelj, nem, most nem mondd már, hogy tényleg megérted azokat, akik így egy nappal előtte már ott sátrat vernek a díszburkolaton, és ott tudod, hogy sosem ülnek, és dideregnek, és ott várják, hogy végre kinyissák nem, az sosem ajtot, mennél, és nem mehessenek. Sosem mennék, mindig a Laci menj. Ugye, nem, oda nem mennék, de szeretem, hogy valaki ezért ennyire tud rajongani, még ha az egész egy rohadt nagy baromság, ugye egy telefonér ülcét, mert ha egy filmbemutatóért, egy Oscar átadásért, egy bármiért, akkor igen, de hogy, tehát, hogy egy telefonért nem, de ugyanakkor bírom őket, hogy ők ennyire megszállottak. Tehát ez nagyon szórakoztató, hogy ők ott ülnek. Bírom, tényleg, miért nem? Nem hát figyelj, láttam tegnap, mondom a képeket, így néztem az interneten, és így arra gondoltam, hogy úristen, hogy minek kellene, tehát milyen technikai eszköz lenne az, amiért ennyire vágynék, semmi, vagy amit semmi. Ennyire akarnék, és hogy rászállnék időt, meg egy kis ízét, és akkor másnap meg ott évek, két oldalú tüdőgyulladás alatt felkelnek a környezők. Hogy de jó, megvan. Istenem. És vagy... ezt már tegnap meg is tudták venni, vagy most még csak a bejelentés. Nem, tegnap azt nem tudom pontosan, tegnap volt a bemutatója szerintem, és akkor most napokon belül. És a bemutató miatt ott ültek. Na most gondold el, hogy már vagy a prezentáció is számít. Lehet, hogy mit tudom én, jövő hétfőtől, vagy vasárnaptól, péntektől. Beteg. Hm? 18-19-én. Aha. Igen. És ez az óra, ez mit fog csinálni? Tehát miért kell nekem egy óra a telefonomhoz? Időt. Azon oké, de az apámé is mutatja 1954. Figyelj, az ugye, ez egy csomó mindent tud. Tehát, hogy ez de hangol mit? A telefonoddal, egy csomó mindent látod, hogy kikeresed. Tehát, ha például nincs nálad a telefon, ez fontosan szinkronizál üzeneteket, de látsz hiszen rajta. Hiszen úgyse tudod fölvenni, hogy nincs tudod idegesíteni magadat, Feri, hogy érted? Hívtak, és nem tudom őket visszahívni. Tehát ez otthon hagytam a telefont, látom, hogy kerestek, de nem tudom visszahívni. Hiszen... De hát nyilván nem erre gondolnak, hogy most akkor anyát keresed, kész a bablöves, hív vissza, tehát hogy nem amilyen, erre. Pedig ez jó funkció lenne, érted? Anyám bablevesért megérni. De hogy én ezt nem értem, hogy mi, hogy a zsebedben van a telefon, és csak ránézel a kezedre, hogy úristen, SMS-em jött. Hát vedd már elő azt a telefont, és nézd meg. Hát maga tulajdonképpen az összes menürendszert tudja majd szerintem. Tehát e-mailezni tudsz rajta. Meg de egy ekkora órán ne szórakozz már háromszor kettő centibe. El tudod olvasni. Háromszor kettő centibe fogod így az e-mailjeidet. Hát igen, ez a dolognak ez egyik ilyen kis rákfenéje, vagy a fura ellentmondás benne, ugye, hogy a miniaturizálást is ugye csak egy bizonyos szintig lehet csinálni, mert hát, idő után már kezelhetetlen. Nagyon jókat tud, fitness dolgokat tud mérni, futás közben, applikációkat tudsz rajta használni. De például azért, amikor nem kell a telefonoddal, például van a 10K. Aha. És te vitte egy ilyen hülye telefont. Aha. Ugye, hogy ott fogod a kezedbe, és azzal futsz. Most ezt órára ráteszed, és te az órával futsz, és közben neked mérj minden, plusz jelzi a 10K, hogy mikor fussál, mikor sétál. Azért ezek szerintem elég jó dolgok. Amit egyébként a futóórák már tudnak 10 éve. Aha. De nem zenélnek a futóórák. A futóórára letölthetsz applikációt, és letölti neked a 10K programot, és mondja, hogy most sétálj, most fuss. Nem, de hogy tudod, a 10K program, hát ez egy ilyen... Tehát, hogy ott vannak a futóórák, azokon mindent tudsz nézni. Mit tudom én, kalóriamennyiséget, amit addig elégettel, megtett kilométer. De nem mondja neked, hogy 10 kilométer, ha felkészülsz, akkor most fussál másfél kilométert, fussál. Kell. Hát a 10 kilométer. Kell ezt mondani, hát ránézed az órádra, azt tudod, hogy mikor mit csinálják. Nem. Mondja a füledbe, most egy órát nézel, akkor egy percig futok. Tehát már nem magadból indulj ki, hanem az, aki még nem csinálta, érted? Ha én azt elmondtam, hogy amikor elkezdtem futni, azt mondom, hogy most lefutok egy 10 kilométer, a büdösé, már rég nem futnék, érted? Én az alkalmazással tudtam megcsinálni, tehát kellett egy segítség. Mert ő időket is számol, és mondja, hogy mennyit sétálj, mennyit fussálj. Egyébként nem rossz, igen. Azt ezzel lesz... hogy tudod nézni már aztán, ha profi vagy, akkor igen. Már jó. Lesz bankkártya rajta, tudsz rajta fizetni. Ez elég jó dolgok, mikor oda tartod, és mondjuk lehúzzák, vagy ezért tudsz fizetni. Ezt is tudja már, vagy tudta már más telefon? Na de ezt mondom, hogy nem kell hozzá a telefon. Tehát van egy órád, amit csak föltesz, az óra. Csak az óra, jó, és effektíven nem veszed elő a zsebére, nem tudhat azért mondjuk egy bankkártyás fizetést tudsz csinálni, nem kell előtt. Bankkártya, telefon, stb. Ott az óra berakod, lehúzzák kéz. Tehát vannak, nem, ezzel most szerintem odapirítottak. Sajnálom, hogy nincs Apple részvény. Jó dolgok, nyilván egy része parasztvakítás. De ma szerintem ez a jövő, tehát ez most tudod, ez olyan, mint hogy minek neked óra a 10 év múlva, konkrétan mindenki ezt fogja használni, nem kell előbányászni a bankkártyádat, meg a hülyeséget. Nem rossz dolgokat találtak ki. És akkor mész kifelé a kasszánál, nem vettél semmit, vétlenül elhúzod a kezed. Figyelj, például telefon, mit csinálsz? Viszed magaddal ébreszteni. Ugye állna, hol a telefonom, jaj, lefekvés, föl van-e töltve. Rajtad van az óra, beállítod, nem kell tölteni, nem kell aggódni, hogy nincs töltő, nem teszed telefonra, fölébreszted magad, kinyomod, szundi. Tehát minden olyat tud, amihez te berángatod a telefonodat.
és éjszaka nincs nála töltő, meg vagy lőve nem tudsz fölkelni reggel. Szerintem mondom, hogy szerintem az órát is tölteni kell. Tessék? Csak szerintem mondom, hogy az órát is tölteni lehet, kell. Lehet, de pedig én nem fogok ilyet venni egy ideig még. Aha. Amíg a Lacinak nincs, és nem látja. Meg nem jelenik a nem piacon. Nem veszel mind a két kezedre. De mondjuk, hogy nem kell a telefont bizbaszolni, hanem ott van az óra a kezed, és még föl tudsz kelni, azért az nem rossz. GPS. Aha. Hát azért az se rossz. Jó. Igen. És vezeték nélkül tölt. Tehát hagyjuk már ezt a vezeték bedug. Vezeték nélkül tölt. Te lesz az első, aki sikítani fog, hogy áram megy keresztül a testemen. És nekem majd előbb lesz. A kaszának meg a Lacinak előbb lesz, mint nekem. Tehát, hogy én nem fogom ezt megvenni, de például az, hogy vezeték nélkül tölt, azért az nem gyenge. Hát jó, de most nem? Rajta van éjszaka a karodon, és akkor te az egészségtudatos férfi állat, aki zabot eszik. Én nem hordok órát. Tehát rajta van a karodon, és közben áram megy a szobában. Jó, de ott a részlefedő alattam. Én eleve nem hordok órát, tehát nekem ilyen nem lesz, de szerintem izgalmas volt a tegnap bemutató, jó dolgokat jó mutattak. Pofa, jó tehát pofa. Ez megint olyan, hogy mindenki, jaj, nézd a snob, tudod. Na, ugyanaz, mint a mobiltelefon. 13 éven belül mindenkinek ilyen órája, és tök egyértelmű, hogy órával fizetsz, ezt, mert úgy le fog menni 5000 forintra, mint a húzat egy idő után. Na, tök akkor fogok venni, amikor 5000 forint lesz, szerintem. Hát, de nekem se egy baromság, nyilván nem, nekem se kell. Tehát nem. A telefon azért az csekkolós, de hogy ilyen Apple óra, majd a kassa jön be, aztán villant vele egyet, nyilván ő azonnal bevásárol belőle 4-et, úgyhogy neki lesz. De jó, érdekes volt a tegnapi. De egyébként így formára, meg dizájnra, meg ilyesmi nekem is bejön. Tehát, hogy azt továbbra is azt mondom, hogy le a kalappal előttük, mert gyönyörű cuccokat csinálnak. Egy ékszer, de persze. De hát, hogy ébresztő órának ott az ébresztő óra, órának az óra, tudjátok. Jó, de hát nálad még kakukkozik. Perde, nekem azért te, jó te is. Neked még be kell lökni, és akkor kijön egy kakuk. Hagyja van, meg is csíp. A rugó már kicsit nyikor. Jó, hát van, aki ezt, van, aki már szereti. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Nem? Nem tudom. Egy-egy. Esküszöm. De szerintem egy-egy, én úgy emlékszem. A hétfőn te nyertél, tegnap kihúzták Janiék az egy percet. Egy-egy. Egy-egy akkor. Jó. Oké, akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan SMS-ben. Ha valaki szeretne velünk játszani, érez magában affinitás. Kihívjon minket, tegye meg, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Gyerekek, mi volt az új sugár, Berci? Nézen, Radics Gigi király, Linda király, Viktor és Berecki Zoltán. Azt hittem, a Momo vagy sugár Berci visszatért. Csak így félfülle hallottam. De... Milyen musicales volt? Az. Egy picit. És vidám. Így is mondta. Hangulatos. Tevős, igen. Vevős. Szerda reggelre tökéletes. Akkor hallgassátok sokat. Ha 8... Zsülki írod nekem? 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kell mindenki. Azt hittem sugár Berci újra visszatért. És csinált egy újabb dalt. Te jó Isten, Győrújfalunál rendőrautóval mérnek a rendőrei bokor mögül gázos Petya, baleset a 17. kerületben a Pesti úton, kocsi a fodrászatban, ezt Mazsi küldte nekünk. Mi az, a kocsi a fodrászatban? Bement a kocsi a fodrászatban. Benézett az orra? Egy bajusz igazításra? Atya Isten. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Zsolt! Szia. Hello, mi újság? Sziasztok. Honnan hívsz minket? Bácsbukodról, illetve jobban mondva a buszról. A buszról? Na, milyen a hangulat? Nagy buli van? Nem, átlagos hétköznap. Átlagos hétköznap. Mindenki ül a telefonjában meredve, szó nélkül. Hát nagy része igen. Aha. És te mit csinálsz? Hát én éppen telefonálok. Aha, vagy úgy. Vagy úgy. Meg hát nyilván utazol, gondolom én, nem? Igen. Hova? Hova lesz a? Bácsámás a iskolámba. Iskola? Milyen fiatal vagy még? Hát igen, 9-es. Jézusom. Aha. 9-es. Igen. Atya Isten. Sose fogjuk ezt megszokni. Atya Isten, az mi? 14-15 éves? 14. Jézusom. Mi vele? Első osztályú gimnázista voltál te ilyen. Na jó, de milyen hangja van? Hát mint egy 20 évesnek, nem? A mai kamaszok már nem tudom, mit tesznek. Még ilyen kis nyeretlen két évesek voltunk 14 évesen, nem? De hallgatj, ki szelebúdik őket. Ki szelebúdik őket. Felnőtt férfi hangja van. Kócos. Igen. Kivel szeretnél játszani, Zsolt? Veled, Balázs. Nagyon jól teszed. Tudhatnám, hogy miért? Hiszen én már ezen a héten játszottam.
Elmondanád, hogy miért? Pont ezért. Vannak... Hát, mert, igen? Mit tudom én, hát kivagytok a lehet, te vagy a legjobb. Aha, aha, jó, hát ezt most de ez játékban. Jó. Na most ez tényleg tetszett. Persze, a játékon kívül abszolút. Így van. De a játékban ez nem igaz. Nagyon rossz vagyok. Talán azért, mert a gyengére mész. Azért akarsz velem játszani. Na jó. Hát nézzük meg, mire megyünk egymással. Jó. János? Balázs? 3, 2, 1, fire! Szia Balázs, kérdeztetek tőled? Kérdezzél. Almás telefonod van? Az. És milyen színű? Mi között hozzá? Na, kösz szépen. Megkérdezhetem tőled, hogy honnan ered a Duna? Honnan ered a Duna? Igen. Köszi szépen, de jó vagy! Ez egy jó nagy igen volt, amit bedurrantottál, sajnos. Hát Isten! Zsolt, ne haragudj, ne haragudj. Annyira muszáj volt máshogy játszani, hogy egy kicsit kizökkentselek ezen, miközött az egyébként annak szólt. Aztán hirtelen rájöttem, hogy miért kérdezed, de már előtte majdnem bemondtam, hogy fekete színű, mert a fekete-fehér az előttem nem élt tiltott szóként. Miért nem mondtad, hogy ez is? Hey. Hát persze. Zsoltikám, egyébként elmondom, mert van hozzá közöd, nehogy aztán ez itt rossz versen, egy fekete színű telefonom van, de hát nyilván ezért kérdezted, hiszen vagy fekete lehet, vagy fehér. Jó, jó, ne tej. Tudod, vagy nem tudod, hogy honnan ered a Duna. A fehér erdőből. Igen. Hajaj. Nem baj. Ne elcsendesedtél egy kicsit. Nem csendesedtem el. Ne haragudj, bocsánat. Nem baj. Két hónap után a második győzelme. Bizony, gyönyörű. Gyereke. 2 hónap után. Nem mondtok semmit, alszotok, mondjátok már arról. Nem, úgy kellett, mint egy falatkenyér, olyan volt, mint egy, tényleg, mint ha havi fizetést kaptunk volna, abból jó, is elég. Jó, ti ott a gyerekben tudjátok, legyen. Milyen érzés folyamatosan nyerni. Nekem jó. Ez 3 hónap alatt a második győzelmem volt. Felültél a pónira, és utánunk indultál. Pónira, semmi, egy struccon ülök még konkrétan, még a pónit se nyergelték föl. Zsoltikám, ne haragudj, hogy pont ellened kellett visszatérnem, de egyszer kell ez, mint egy falatkenyér. Nem baj. Mi lesz az első órád? Fogalmam sincsen. Az a jó. Ez a jó, ha már készülsz is. Ez a beszéd. Jól van. Köszi a játékod. Szívesen. Sziasztok. Csöcs. Ez az. Hát figyelj. Azért ez jó volt. Annyira jó vagy, hogy most már héten csak te játszol. Azt hívja, aki... Attól, mert 9 éves még lehet, 9-es még lehet 20 éves. Egyébként tényleg. Jó van, gyerekek. Na, azért üldögélek. Alakul. Igen. Jó, és már megjött az SMS is a 206-os végűről. 206-os nagyon végül. Jó, ma a Balázs. Nagyon szeretem a 206-os végű SMS-t. Mindig nagybetűvel ír, most kisbetűvel írt. Nagyon igen. Klassz. Van most egy kedves, már leszokott róla a nagyról. Van egy kedves hallgatónk, akinek köszönhetően minden reggel erőt tudunk meríteni. Igen, ő minden reggel ír, bármelyikünk játszik, ő minden reggel ír, 206-ra végződik az SMS száma, és mindig azt írja, hogy nagyon klassz volt, gratulálok Bali, vagy Jani, vagy Feri, vagy ne keseredjél, nagyon klassz volt, nem baj, így is ügyes vagy. És mindig elküldi, és minden már reggel hónapok óta már várjuk, és nem volt olyan nap, amikor ne küldött volna semmit. És nagyon örülünk neki, köszönjük szépen. Na, gyerekek, a lecke fel van adva, jó? Csű, de igen. Nagy a szája. Jó, lehet jönni, igen. Itt most itt laptopoztok, persze, meg joghurtoztok, meg bambulgattok, érted, próbáljátok ezt nem észrevenni. A mesterünk után. De szabad, nem merünk mi rádnézni meg. Gyerekek, csak mondom, igen, hogy fel van adva a lecke. 2 győzelemmel állok a héten. Persze, ezért mondom, tanári, hogy gyerekek, jó lenne összehozni egy klasszikus Mester 3-ast. Megcsinálom. Most megcsinálom? Felültem a struccra. Na. A pónira, vagy a szamára, bármire. Igen. Jó, van 2 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek. Ákosunk, ha addig kibírja, akkor elmondja, nincs túl jó állapotban. Úgyhogy meghallgatjuk tőle a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 7 óra múlt 12 perccel jó reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. És hát gyerekek, ami az időjárást illeti, hát igen ez. Hát passzolt hozzá ez a jó kis Green Day szám. Igen. A Broken Dreams. Ilyen idő van ma reggel. Viszont az abom ma is csodálatos. Hát, de úgyis hát, néz ki. Néz, az valami. Ez pajz vagy az üvegzöld? Az üvegzöld, egy falatot? Nem, valaki? Köszönöm, ne, senki? Ne, fogyasz nem. Nyugodtan, bőséggel. Nem vennék el nem az egészséget. Nem értitek ti, hogy mi az igazán jó. Ma egy kicsi mézzel készítettem, némi fahéjat tettem bele, és kardamó nos. Ő így mondja, és ha így mondja, akkor úgy van. Jó? Ez egy különleges kardamónnak is, de én a kardamónnak mondom, mert mi így sokkal jobb. Beszéltünk erről, megpróbáltuk meggyőzni, de nem, eleve nem is biztos, hogy ugyanarról beszélünk. Így van. Másfelől pedig, igen. Gyerekek, csodákra képes az app, komolyan mondom. Igen. Csodákra képes. Egyet.
Senki egy falatot? Nem, 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 annyira nem, 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 kinéz, hogy azt el nem tudom neked mondani. Tehát az a szétkent egy ilyen csiriszerű izé az üveg alján. Olyan, mint egy ilyen tejbegrész. Biztos finom, nem is vonjuk ezt kétségbe. És az, hogy az egészséged az egekbe szökel, ennek egyik bizonyíték az, hogy a fekete-fehér igennemben nyerték kétszer a héten. Már másodszor. Azért mondtam, hogy én mindig megkínálok benneteket. Lassú nem vagyok felszívódású anyag az, ami egyébként most hozta ki belőle azt az energiát, kreativitást és tudást, amivel nyert a héten, mert hogy már hetek óta zabot eszik. Hát de szépen, de akarom, hogy azt gondoljátok, hogy zabir így vagyok, vagy nem kínálok meg, ti is mindig megkínáltok. Tök rendes vagy, nyilván nem azért, mert már nem kívánod. Persze, nem, csak szeretném, hogy a zabbal kapcsolatos előítéleteket leromboljam. Ne, nincsenek előítéleteink az én most voltam a hétvégén egy zab ellenes tüntetésen. Nyilván. Nem, biztos, hogy finom. Csak én pedig voltam zabos a hétvégén. Na tessék, úgy, szeretjük a zabot. Is. Hétvégén sokan voltak zabosak. Na de? Na de? Meddig, bírok, meddig bírod még? Mit? Enni? A zabot, igen. Mennyit, mennyit? Ennek a kis hóbortodnak mennyit? Mennyit jósolsz még? Egy hét, két hét? Egy év, két év? 10 év, 20 év? Mert mikor unnak? Életfogytig? Most így mondja be, hogy meddig eszem zabot. Hát ameddig jól esik. Van benne egy antidepresszáns jellegű anyag is, ami úgy hat, hogy egyszerűen élénkít, és jobb kedved lesz tőle, mert valamilyen, nem is tudom, mit termel a szervezetet tőle. Aha, tök jó. Nem dopamint valamit, ami segít ahhoz, hogy egy kicsit jobb kedved legyen. Ezt maga a zab tudja. Aha. Ez egyszerűen jobb kedved lesz tőle. Igen. Na, de minden reggel ugyanez. Minden reggel ugyanez. Már nem, eszem, hiányzik. Jó, nem, ha nem erőltetem. Nem erőltetem. Gyerekek, Farádon fehér kocsiból mérnek a Győr felő érkezőket, Roli küldte nekünk. De ne szoborkodjatok emiatt, egyetek zabot. Egyetek zabot, az jó lesz. Örülni fogtok a bűntinek, vagy mi? Győrújfalú elején van egy trafi. Valaki ezt írta, majd odaírta, hogy köszönöm. Nem évesen. A kettes villamos nem jár a Jászaitól, mindenki gyalogol, ú, szegények. Három autó csatfót gyermekvárosánál épp most, ha nem egyeznek meg, nagy dugó lesz. Ezt Zoló küldte nekünk, köszönjük szépen. M0-as, az M5-ös, az M3-asig tiszta és jó járható Gandhi üzeni, valamint Nagy Cenk belterületén mérnek a MOL kút előtt. Trafi a 4-esen Püspökladánynál, a Pest felől érkezőket mérik a vasúti átjáró, vasúti felüljáró után szolgálati gépjárműből. Tisztelt Sebestyén úr, hivatalosan kihívom önt egy teniszmérkőzésre. Tisztelettel, ez Dávid. Dávid, mi történt Dáviddal? Hogy ennyire felbátorodott. Ő a tanítványod, ugye? Igen. Akit rádión keresztül okítottál, most már hónapok óta, mondjuk nagyon előre nem tudtam mentünk. Én, hogy csel van ebben. Aha. Tudtam én, hogy csel van ebben. Azért ez a... Így patogtatom a labdát, úgy patogtatom a labdát, egész jól megy, ez is jól megy, az is jól megy, minden jól megy, majd gyorsan játszunk egyet. Csens. Be akar hálózni ez a srác. Valamit tud. Már hogy behálózni? Hát behúrozni. Hogy felszalad a hálózni, és röptét tud? Szerintem ő valószínűleg egy elég komoly tudású teniszező, aki megvezetett minket itt az elmúlt hetekben. Biztos. Ezt tanítsuk meg, és most azt szeretné, hogyha lemoshatna a pályáról. Igen, kidőttad edző. Magyar bajnok volt, és 10 évet versenyzett, és mint tudom én, majdnem top 100-as játékos lett. Valószínű. Na, majd utána nézünk. A nevét leteszteljük. Igazi neven írhatott egyébként? Az igazi nevét küldte? Igen, de a telefonszáma megvan, kinyomozunk a címét is, és hajnal 2-kor becsöngetünk, és elszaladunk. Ez lesz. Én is zabot eszem reggelire, te nem is főzöd meg, nyersen nyomod? Én forró vizet öntök hozzá, 80 fokos forró vizet, és abba hagyom ázni egy pár percig, ott kiáznak belőle a dolgok. Én nem főzöm meg. Ennek egyik ok, hogy nincs konyhánk. Igen. Tulajdonképpen igen. A másik is kapcsolták a gázt. A harmadik is rezsong, de szerintem az egy afrikai vadászkaland lenne, hogyha Balázs elkezdene főzőcskézni bent az irodában. Én azt inkább ne. Inkább egyed nyersen. Ne akar megtudni, hogy mi történt most a kávéfőző automatával, hogy Jézusom, nem jobb, jobb, ha azt most nem tudod meg. Laci, vagy te voltál? Én nem nyúlok hozzá. Tőlem fél a kávéfőző automata, és mindig megijed, és azonnal elromlik, ha én hozzá nyúlok. Szörnyű dolgok történtek oda bent, de nagyon szépen eltakarított mindent. Egyre nem inkább tehetett róla a kávéfőzőautomata, mint Skynet öntudatára ébredt. Nyilván. És, nem való nektek a 21. század, úgy érzem. Kéne egy kotyogósat venni nekik a rezsóhoz. Láttam, szemtanúja voltam a robot egyszerűen emberé vált. És a robot és a szerkesztő harcának? Igen, Laci megküzdött a kávégépe, egyszerűen elkezdett kiömleni belőle a gőz, a pára, a minden. És így jött belőle a tej. Minden csöven. Jött, akkor ez tényleg kicsit robot. Erotikus ha te jött belőle, akkor biztos, hogy robot. Arra léptem meg. Igen, pisó parol. Minden oké, Laci. Nem látod.
Mondom, jó, addig támasztom az autót, a ajtót, a Jani ne jöjjön be, mert akkor agybérzést kapsz. Mindegy, nem érdekes, te törődjetek vele. Én meg egy kicsit ezért vagyok. De ott volt a kabátod, úgyhogy összetörölgettünk vele mindent. Na, jó van. Tehát te is benne vagy, érted? Ne törődj vele, abszolút a kabátod nagyon sokat segített. Mostanában át szoktam tenni egyébként a felének a székére, rót feliratú fekete kapucni, és nyugodtan törődjetek le vele bármi. Tényleg abszolút jól megoldottuk, na jó anyagból van, mindent felszívott, úgyhogy köszönjük, hogy ezzel hozzájárultál ahhoz. Hát figyeljetek, nagyon szívesen. Na. Majd belecsavarom az abodba. Az finom lesz. Láttátok ezt a párnapos videót, amikor a levágott kobra fej megmarja a szakácsot? És bemutatták, hogy mit csinálnak a levágott kobra fejek? Azt láttátok? Az nagyon turva. A szakácsosat igen. Láttam. Együtt van ezzel a bemutat? Nem, hát a szakácsot már nem volt, tehát igazából azt nem tudták újra. Nem volt jó. Ugye az történt, hogy ő egyébként a kobrából akart megcsinálni egy jó kis levest. Vagy kobra ragút, vagy nem tudom, hogy mit. És a vendéglőben ülő emberek elmondása szerint hatalmas kiabálás volt. És a kiabálás az oda torkolt, hogy kiderült, hogy az emberünket megharapta egy kobra. De úgy, hogy már levágta a fejét. És bemutatja ez a videó, hogy mi történik akkor, amikor egy kobrának levágod a fejét. Aha. Hogy 20 perccel még utána maga a fej, az még mindig meg tud téged morni. Szaknyelve szólna nem inaktív. Oh. És levágott fejekkel, döbbenetes a videó, levágott fejekkel mutatják be, hogy mit csinál egy levágott kobra fej. És mi lett a szakácsunkra? Meghalt. Ó, szegény. Ugyanis ő megfogta a fejét a kobrának, és be akarta dobni a kukába. És ő meg még ham. És az még harapott. 20 perccel a levágás után a kobra még volt benne annyi erő a fejébe, hogy oda kapott, nem úgy, mint egy kis cica, ugye máshogy, és megmarta. És meghalt. És akkor felszereteltek kobrákat, vagy mutatják a videót, elég durva, de 5 kobra, paf, egy késsel lefűrészelik a fejét, és utána megmutatják, hogy még mennyi idő elteltével még mindig köpi a mérget, és még mindig meg akarja marni azt a ceruzát, amit a szájába tesznek. Nagyon durva. Kemény. Reflexzerű mozdulat. Most szerencsétlen kobrák, képzeljétek el, hogy demonstrációs céllal. Demonstrációs céllal. Biztos megcsinálták. Ha valaki esetleg nem látta, van itt még 4 kobra, még őket is elint. Borzasztó. Mikor csinálta utoljára a kobra pörköltet a gyerekeknek? Tegnap előtt. Igen? De milyen sima kobra, vagy szijámi kobra? Milyen volt? Ne, ez csak szijámiból dolgozunk. De ez egy házias kobra becsinált volt? Vagy valamilyen speciális? Becsináltak, úgy becsinálnék, azt hiszem, a kobrától. Hogy ezt egy szakács nem tudja egyébként? Hát nem tudom. Hát azért vannak bizonyos dolgok, amiket ha például a kínai konyhámra főzöl, nem? Vagy kínai, vagy japán, igen, vagy olyan távol kelet, ahol ezt megeszed azért. Tehát nem először találkozol ezzel. Hm. Meg aki körfűrésszel dolgozik, ott biztos van sebb tapaszt is. Tehát, hogy így, ha valaki mondjuk kobrákat szeletel nap, mint napot, nincsen ellenszérum? Nincsen, mert nagyon drága az ellenszérum, és lejár egy fél év alatt, azt hiszem, vagy év alatt. Tehát nem éri meg tartani, és gondolták, hogy ha már levágták a fejét, csak nem harap. De igen. Aha. Hát picit kellemetlen következmények lehet ez a dolog enyhén szólva, mert szerencsétlen. Az is ilyen tájvani, vagy nem is tudom, lehet, hogy kambodzsai rítus, vagy vietnám, hogy kiveszik a kobra vagy szívét. Vagy amerikai, vagy nem, nem az a lényeg, hogy az a régió. Szóval innuitok volt ez igen, az a kambodzsai. Vagy brazilok, vagy tájok. Értem, mi 3 egymás mellett fekvő országot mondtam, de nem kávé, érdekes. Így egy kort kávé. Kiveszik a kobra szívét, hogy meg kell inni a vérét, ami után lefejezték, és meg kell enni a szívét. És azt még úgy eszed meg, hogy így külön Jézusom. A szíve? Igen. Így még egy darabig így megy. Fele augusztusukat. Hát érdekes. Hát ehhez képest az, hogy Balázs nyersen eszi a zabot. Hát Na, ezeken a munkai baleseteken gondolkoztam, mert közben megjelent egy cikk, hogy Magyarországon mik a legnépszerűbb munkai balesetek. És Már hogy nem annyira a népszerűségük szerintem a lényeg, hanem hogy a leggyakrabban elkelt, igen, csak én próbáltam rövidíteni. A legjobban, hogy ha eltörik a lábam. Igen, és kiderült egyébként, hogy 2013-ban több mint 17.003 napnál hosszabb ideig keresőképtelenséggel járó munkabalesetet jelentettek be. Ez nem sok egy kicsit. Egy évben 17.000, ami 3 napnál tovább tartott. És a nők leginkább a kiskereskedelemben, a férfiak pedig a gépiparban szenvedik el ezeket a sérüléseket. Tehát van egy kis gyanú benned, hogy azért ebben ilyen kis szabadság is. Azért a 17.000, ami 3 napnál tovább tartott, azért akkor mennyi munkahelyi baleset történik? Nem is gondolná az ember, nem? Hát igen, csak nagyon körültekintően kell összehozni ezt a balesetet, hogyha valaki mondjuk ezzel a célra szeretne beteg szabadságra menni, meg táppénzt kapni, mert hogy komolyabb következmény is lehetnek a dolognak. Tehát, hogy így mondjuk írd és mondd, elfogynak így utána az újak.
Nem tudom, hogy volt-e valaha munkai balesetem. Nektek volt munkai baleset? Hát, tévében, rádióban, hogy ráesett egy kamera a fejedre, vagy... Nálad ez az éles látás. Nálad az a munkai baleset, nem, vagy mi? Nem csak az a munkai baleset, amivel dolgozom, de kimész, mint a takarítónő fölmos, és elvágott, és eltörik a lábad, tehát az is a munkahelyen történt. Tehát azért effektíve nem azt kell elképzelni, hogy a hentesekre ráesik egy tehénferi. Tehát... vagy a targonca vezető, a targonca vezetőre ráesik egy DAF. Egy DAF busz, vagy nem tudom miért. Nem volt Iveco egy... kamion, tehát azért ezt nem így kell elképzelni. Bármilyen, velünk is történhetne itt. Én emlékszem olyan forgatásra, amin két lámpa is elszállt egymás után. Közvetlenül felettünk. Felrepültek? És szárcsok oda elszálltak. És ott azért voltak szilánkok is elég rendesen. Tehát, hogy bármi történt ilyenkor. Vagy mit tudom én, egy túlbuzgó operatőr. Szükebben, és leggázol legázol a kamerával, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egyébként mi fordulhat a veled elő bent a stúdióban? Hát a stúdióban tulajdonképpen semmi. Munkai baleset az, hogyha valamik, mit tudom, a Balázsú idén valamelyik féltékeny férj, vagy barát, vagy hívják srác, vagy csaj. Hát hogyne? Elmegy a fal, és aztán iszonyatos belekeveredsz a verekedésbe. Az munkai baleset? Hát hogyne? A munkahelyeden történt. Hogyne? A stúdióban téged megvernek, mert mit tudom én, valamelyik férje azt hiszi, hogy te tehetsz arról, hogy a fal mögött ott ül a szerető, akkor az munkai baleset. Ha most mit tudom én, ráültök a budira, és beleszorultok itt, aha, érted, és körbe kell benneteket flexelni, az is munkahelyi baleset. Tehát itt minden, ami a munkahelyen történik. Arra hány jár? Hány hát attól függ, mennyire sérülsz meg. Egy körbe flexelésért. Attól függ, mennyire sérülsz meg. Minden, ami a munkahelyen történik, az munkahelyi baleset. Megfogalmazunk pontosan, mert én beleszorulok, viszont Feribe beleszorul. Tehát, hogy a méretkülönbségek mi? Nem te beleesel, van. Téged onnan ki kell menteni, igen. Kik vannak a legnagyobb veszélyben? Például arra gondolok, hogy a szakácsok, a hentesek, azok például szerintem naponta vágják le valamelyik részüket úgy, azt, hogy nyilván az erről az ember nem tud. Tehát vagy a flexel dolgozók, nem, vagy a körfűrésszel dolgozók, tehát nyilván az ilyen típusú munkát végző emberek vannak legnagyobb veszélyben. Azok, szerintem azok a hentesek például, akik a konzerviparban dolgoznak, és reggeltől estig mondjuk csontoznak. Nekik megvannak ugye a megfelelő védőfelszereléseik is, úgy nézek, mint a középkorú lovagok, igen, ilyen lánckesztyűt is hordanak pont ebből a célból, forgatják sebesen a izét, a kis csontozókésüket. Na ott, hogyha nincsenek meg a megfelelő felszerelések, vagy azt mondják, hogy ám én sem nem veszem föl, mert hogy így lazább, gyorsabb, akármi jobban meg fogom tudni fogni a csontot, na ott azért vannak problémák. De azért a fűrészipar, vagy ilyesmi, valami fűrésztelepen. Asztalos ács. Asztalos ács, hát a szakásnál ugyan ráadásul nem csak a kés, hanem mondjuk a forró olaj, a gőz, az mind-mind ugyanaz. Tehát abból is lehet sérülni. Szakmai nézeteltérések. Igen. A séftársadat. Sok kevesebb. Hogy kell csinálni a hollandi mártást? Összeverekedtek. Kevesebb sajt. Ha most ki meg itt felmostak és én eltöröm a lábam, az is munkai baleset? Az is munkai baleset. Ugye? Tehát minden, ami a munkahelyeden történik. Azaz. Azaz, egyértelműen. És ott ki a takarítónőt, elkezded perelni. Nem, hát magá, nem. Hát nem kell, nem biztos, hogy perelni kell, de eljössz tulajdonképpen akkor, nem tudom, táppénzre, nem? 6-7 fekvőgipsz. Az már nincs, 3 hét van. Azt hiszem, az a 3 hét, attól függ, hogy mekkora törés, 3 heted van, és akkor utána kapsz ilyen járógipszet. Neked volt valami, törted össze munkahelyen, valamit, semmi? Ha, amikor még középiskolás voltam, és szakmai gyakorlatunk volt, és kellett esztergálnunk, régi orosz eszterga gépekkel, akkor volt egy nagyon kedves kis esemény a gyakorlat alatt. Az egyik kolléga elfelejtette a tokmányt, amiben magát az anyagot befogod. Ez egy ilyen 30 kilós vasdarab. Ezt elfelejtette rendesen rögzíteni, és egy 16 000-es fordulattal elindította az esztergagépet, amit okmány elkezdett onnan kicsavarodni, majd megindult. És egyik embernek a félvállát vitte el, ott volt egy pulcscsonttörés, ahogy így keresztül ment, majd becsapódott a falba, és ott valami még leesett, de én megúsztam szerencsére, tehát nekem nem volt ilyen. Aztán azóta nem volt semmi. De ott nagyon komoly gond lehetett volna, ahogy az elindult. Te figyelmetlenség, nem húzta meg ezt a vackot, puff! Elindult a tokmány. Az ott valaki leveszi a szájjal, az mondjuk elég kemény. A fejed. Hát az elég kemény. Nálunk alakít ilyen tejpara, több ilyen dolog is előfordult, és hát... Valaki beleesett a túróba? Igen. Mit tudom én, ilyen joghurtot, kakaót, meg tejet, az ilyen poros termékeket, azokat nem pneumatikus gépekkel csomagolják, és ott azért mondjuk itt hiába is kiabálsz, hogy esetleg rossz helyre nyúltál, mert hogy gyakorlatilag senki nem van semmit abból, ami ott történik körülötted, tehát hogy ott azért lehetett probléma. És aztán rányomja a kezed, hogy 20%-os tejföl? Igen, aztán nyit.
Érted? Csak kihúzod, és ilyen palacsinta a kezed. Tehát, hogy azért ott kellemetlen dolgok előfordulhatnak. Meg például a pasztőrgépeket, azokat forró lúggal mossák. Tehát, hogy azért ott is lehetnek problémák. Picit, ha belenyúlsz, rászörzni. Azért, hogy milyen beleesni egy bödön kakaóba, nem? Az milyen szomorú. Nem? Igen, fölmegyek, megnézem, igen, és a búvónyíláson keresztül. És utána ott úszol 10 000 liter kakaóban. És hiába ezt nem hallja senki. És még így azt gondolod, hogy megiszom. Akkor nem fulladok meg. Ott egyébként középen van egy ilyen keverőkanál, és akkor az arra mondjuk, hogy esetleg szerencséd van, fel tudsz mászni. De azért az kellemetlen, amikor egy ilyen hatalmas, mondjuk egy ilyen tejfölfőző üstbe, hogy dobálják be egymás után a 25 kilós vajtömbeket, utána pedig ráengedik a meleg tejet, és az úgy szépen, hogy elkezd kavarni. Lecsukom a tejét, aztán majd visszajövünk fél óra múlva. Ott forog meg. Igen, a kartás meg ott forog be. Most azért a 6-7-es utunkon, 8-7-es utunkon, vagy 2 hónapos utunkon, ami lesz, azért arra... 2 hónapos? Karácsonyra se jövünk haza? Nem, de most úgy tudom, hogy januárban érkezünk. Az munkai baleset? Az munkai balesetnek számít, ha megharap majd téged fel egy éces majom? Igen. Már megint miért én? Csak kérdezem. De csak a kezedet. De nem a nyakadat. Csak a kezedet. Az szerintem az. Piszkálgatod ott a kis izzót a szobádba, hogy nem még ott megkopogtatod, addigra már jön a majom. Az munkahelyi baleset? Nem a munkahelyen történik. Vagy amikor majd leválasztja a bungalódnak az ablakáról azt a tépőzáros szúnyoghálót, bemászik, és miközben te a hasadon fekszel édesdeden, és a családodra gondolsz, elkezd matatni rajta. És ő is a családjára gondol? A fenekemnél. És ő is arra gondol, hogy mióta magányos? Az, mert nem, én csak kérdezem, hogy Afrika munkahelyi baleset lesz majd, ha ebolások lesznek? Én egyébként nem mennék Afrikába, tehát a munkahely miatt vagyok. Most azért elég sokan így vannak, de nekünk kell. De mibe okosan kimegyünk? Mondani szoktam, abban van a vitamin. Ugye, ha menni kell, hát menni kell. Szóval az munkai baleset, hogy történik bármi? Ha ott állunk majd a szedben, és jövő átgázol rajtunk egy rinocéros csapat. Vagy egy felbőszült gnú például a lába közé fog jönni? Hát. A melső, vagy a hátsó? Amit én nagyon nagy kajánvigyorra az arcomon fogok végignézni, és véletlenül se segítek? Rögzítsétek! Adj egy ötöt! Adj egy ötöt. Igen, hiszen akkor téged kafferbé vagyok, taposnak vele éppen a sárba. Szóval ezek is munkai balesetek. Van erre biztosítás? Gnuhágás ellen? Arra hát gnuhágás? Te elmész, mit tudom, gyöngyhalász biztosítás kötni, ha búvárkodsz. Ugye? Igen. Lehet ilyen és spéci biztosításokat kötni. De most Afrikára azért én nem tudom, hogy például a biztosításod társadalmunk nagy része nem hátrál-e ki abból, hogy ők most nem kötnek. Szerintem fel kell hívnunk valakit, meg kell kérdeznünk valami biztosítási szakember, és megkérdezni, hogy erre az esetre mit tudna ajánlani. Mert a gyöngyhalász biztosítás oké, de hogy a gnuhágás, nem tudom, hogy mennyire van ebbe benne. Vagy pedig az a baleset, amit Feri az fogja biztos, érni majd. Hogy nincs benne. A gnúhágás nincs benne. A gnúhágás. Mert a gyöngyhalász, a gnúhágás nincs benne. Arra fizetnek? Tehát, hogy ez melyik? Nem, azt nem akarod elmondani. Szerintem. Ja, a gnúhágást kérdezed? Hát miért? Hogy mindegy, mi történt, kedves Ferenc, írja le a történetet, akkor legyen akkor szíves. Egy makákó is jelölje meg az időpontot, és az egyéb megjegyzés rovatban írja le, legyen szíves, hogy mi történt. Édesdeden aludtam hason a családomra, gondolva, amikor megint. Egyre csak mozgást hallottam a közeli csajtósból. Igen, Krüger Park, kis, nem tudom, igen, safari mellett, ott a Nemzeti Park szélén, ugye a bejáratnál, szóval nem biztos, hogy azért azt szerintem hogy Magyarországon nem lehet ilyeneket kötni. Tehát azt tudom, hogy ugye Amerikában tudsz kézre, lábra, hangra, fenékre, volt rá egy csomó példa. Szerintem nálunk ez még nincs, hogyha van, akkor annyira drága. Tehát, hogy így speciálisan fölsorolod, hogy az éces makákó, a, mit tudom én, az ebolás vérszállítmány, amit kaptam átömlesztésként, szerintem ilyen nincs. Ez egy érdekes dolog. Mert hogy tulajdonképpen nem a munkájunkon történik, de a munkánkat végezzük. De amiatt vagy kint, nem jutna eszedbe kimenni, tehát munkahelyi. Ráadásul a rinocérosz mondhatja azt, hogy nagyon rossz volt a látása. Meg van még az is. Igen. És összekevert valakivel. A méreteinnel fogva. A szemüveget kicsit nem értetted, de ahhoz nem volt. Azt valami rád. Ti lesztek kint a rinocéroszok között, csak mondom, én a szállodában foglak várni benneteket. Engem ez igaz, mi közelebb leszünk a Krügerhez. Maga a Nemzeti Parkhoz, ahol azért állítólag, ha valami ezt hallasz, akkor jobb, ha megmerevedsz. Fuss. Jó, hát jó, mondjuk én ugye állandó veszélyben leszek, már jelezte a gyártás, hogy oda leszek láncoló valószínűleg majd az asztalhoz, ami mögött fogunk állni, mert hogy nehogy véletlenül egy magányos makákó anya magában ragadjon. Igen, hogy legyen egy kis dede. Igen, az a baj, egy nagyobb madár felkap téged, és először még már csak nyúlok utána nyúlok. Jani, gyere vissza, hogy húzom a lábadat, de onnan már visznek a fiókákhoz. Szerintetek befogad a falka? Hát az a baj, hogy figyelj, a hién a falka? Nem a makákó. A makákó? Tudsz kurkászni? Vagy mit? Kurkászni tudsz? Szerintem igen. Na, akkor meg vagy. De alibőből magam mögé dobálom majd őket.
Ha gyerekek, hát egy izgalmas lesz. Jó, megkérdezzük a mi hallgatóinkat, hogy kivel történt már munkai baleset, mi történt. Jó, most nyilván nem teljesen arra gondolunk, hogy valaki tényleg megcsúszott a vizes kövön és elesett, az is szörnyű, persze, ha gipszet kapott, de ami mondjuk a hentesekkel történt, vagy az esztergályos gépet használókkal, vagy akik ugye ezeket a gépeket használják, flexet használnak, szobafestők, mázolók leesnek a létráról, ott azért vannak történetek, valószínű. Mennyit voltak, mennyit fizetett a biztosító, és mennyit hiányoztak a munkájukról, illetve egészen pontosan mi történt? Igen, hogy kivette le róluk a tölgyfát, ha például a favágók voltak, és rossz irányban álltak. Hát egy-két év kell, mire... rossz irányba dőlt a fa. Igen, egy-két év kell, mire megtanult, hogy merre dől a fa. Igen, utána már az működik. 7:30 pontosan 4 perce várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 pontosan 1 perc múlva. Budapesten az Egér úton erősödik a forgalom, egybefüggő felhős az ég, 19 fok van, lóg az eső lába. Anyám szerint eső ellen inkább ernyőt használjunk, mint Tesco zacskót. Erik! Csumi Erik! De jó, ezeknek úgy örülök, amikor ilyen megszokott neveket látok. Na, a munkai balesetekről beszélgettünk, ugye itt a hírek előtt. Nagyon sok SMS jött, hogy ki mit szenvedett már el. Én egy barkácsáruházban dolgozom, egy ostoba vásárló a szemembe fröccsentette a grillgyújtó folyadékot. Jaj. 6-7 táppénz, azóta is zavar az erős fény. Írja Szilvi. Én a melóba szögbe ugrottam, mint az állat, a genya góri nem küldött haza, ülő munkát adott. Írja valaki. Kozmetikus vagyok, lőttem már magam szembe véres pattanással. Ja, rohantam a dokihoz. Nem durva, rohantam a dokihoz hepatitis elleni oltásért. Semmi bajon nem lett szerencsére, ezt Anett küldte nekünk. Azért ez igen, hát egy idegen embernek a vére. Hogy a kozmetikus ilyen veszélyes melót csinál. Igen. Öntödei vállalatnál dolgoztam 14 hónapot, ebből 11 hónapot voltam üzemi baleset miatt táppénzen, 14-ből 11-et. Felrobbant a forma, és a folyékony vas beleesett a bakancsomba, megégett a lábfejem 1 cm-es területen. Táppénzes ellenőrzés előtt fogkefével a sebb környékét dörzsöltem. Többet kaptam táppénzt, mint a 3 műszakban dolgoztam volna. Írja nekünk egy hallgatón. Köszönjük szépen. Kis trükközés. Nekem a fejemre esett egy több mint 10 kilós kukorica zsák. Szerencsére agydászkodással megúsztam, nem esett túl jól. Van, aki levágta az ujját, és azt mondja, visszanőtt. Persze, mint egy gyíknek a farka. Igen, de már elmúlt. Egyengető gyalúgéppel gyalultam le a kis ujjam. 1 cm-rel lett rövidebb, de visszanőtt. Hát ott lehet, hogy a teteje visszanő, azért egy új percet levágsz, az ritkán nő vissza. A csont ugye nem jön vissza. Az nem annyira jön vissza. Igen. Munkájában esetleg számít, hogy teherbe estem a főnökömtől, igen. Kérdezi valaki. Szerintem igen. Hát, igen. Most azt sokan azt írják, hogy az is munkai baleset, ha az úton történik valami, tehát az oda vagy a visszajövő úton, akkor ez a teherbeesés sima ügy. Simán ott van az is. Igen. Itt van velünk Gyuri, aki bányászként dolgozik. Itt volt velünk Gyuri, aki már nem dolgozik bányászként. Azt mondja, hogy... Viszont van egy jó hírem. Eltűnt? Ja? Aha. Igen. Megnéztem a GNUB szaporodás idejét, májusban vége. Tehát ezt megúsztuk. És kettelésből nem... Hát lehet, hogy volna. Igen, hogy valaki valamiről lemaradt, nem sikerült magának nőstényt találni, akkor esetleg, de május környékén ennek vége. Oké, hogy május környékén vége, de mikor kezdődik? Jaj. Meg oké, hogy a gnú, de még ott vannak a majmok, az elefántok, a leopárdok, amit tudom én. Mindenek utána nézek. Minden ott van, tehát állítólag ott minden van. Na, itt van, ami drága bányászunk? Itt vagyok. Hello, Gyuri, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Bányászként dolgozol? Már nem. Már régóta nem, de egy rögtön 15 évet behúztam, igen. És akkor történt az a sajnálatos baleset. Na, mi történt? Megértem. Hát igazából volt egy olyan munka folyamat, amit úgy hívnak, hogy omlasztás, és ezt egy ilyen kerítésrótszerű dologra omlasztottunk le, és ezt próbáltam bevinni magammal a munkahelyre, és a lábam között dobtam előre, és ugye tudjátok, hogy annak a vége egy vissza van hajlítva, és most az elakadt. Roppant, szűk volt a hely, és a többi, és így igazából érezted, hogy valami folyik, és nem tudtad, hogy a tojás sárga, vagy a vér. Jaj, szóval abban akadt el. Így van. Utózöngéje az volt az egésznek, hogy volt egy roppant furcsa sebészorvosunk, akihez ugye oda kerültem, és ott 15 tanuló lány állt mögötte. Ne, ezt nem mondott komolyan. De és hason kellett feküdött, mikor műtöttek? Nem, nagy terpezben. Nem műtöttek, hál' Istennek, tehát nem volt akkora nagy a baj, mint elsőre tűnt. És ilyen meglehetős fanyar humorral a főorvos úr azt mondta, hogy menjek haza,
és támogassam a tojásaim, nehogy elhagyjam a lyukon. Tehát kiszakadt a zacsi tulajdonképpen? Igen. És akkor mondta a doktor úr, hogy kolléginek mindenki kap egy öltést? Nem kellett varni, úgyhogy és amikor műtötték, ott állt a doki mellett 15 gyakornok lány. Mögötte, így és van. És sóhajt azt a... Hát vagy nevet, vagy tudod, vagy sóhajtoznak, vagy nevetnek, ez ugye kinek mi adatik meg. Igazából akkor nem erre gondolt. Tehát ott akkor úgy minden baj van. Hát igen. És hát volt még egy utóélete a dolognak, ugye kontrollra kellett mennem, és dolgozott a doktor mellett egy hölgy, aki minden sebtapaszt úgy tépett le, hogy jött vele minden. Nagyon féltem. Hál' Istennek aznap nem dolgozott, és az egyik tanulólány vett kezelésbe. Hát az ingyen. Már a felesége. Igen. Az jó. Nem. Borzasztó érzés volt. Nem kívánom senkinek tényleg. Igen. Azóta hát ez, én ezt sok helyen elmeséltem, ugye ennek híre megy a kollégák körébe, és én jobbnak láttam azt az utat választani, hogy inkább elmondom én, és kigúnyolom magam, mert egyébként... Ezt nem tudott titokban tartani. Igen, tehát egy ilyen... Nem is lehet. Hát helyre balesetnek azért ezen sokan kajánul röhögnek, szóval ennek azért elég hamar híre megy. Jáksó még nem jött akkor SMS-nek. Igen, hát vele is ez történt, ugye valami csatorna fedére esett rá, vagy nem is tudom mi volt, belelépett. Igen, azt egyszer elmesélte, azt hallgattad, és konkrétan fizikai fájdalmaid voltak, miközben hallgattad. Igen, ilyenkor nem őszinte az ember mosolya egyáltalán. Igen. Gyurikám, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, jó? További szép napot nektek, szevasztok! Minden a testrészedre, ciao, hello. Azért az milyen, miért visznek oda tényleg gyakorló lányokat? Nyilván nekik is való vagy gyakornokokat, ne kell tanulni, én értem. De pont egy hereműtétnél. Azért az milyen, mikor ott vagy egy ilyen angol spárgába fölrakva egy ilyen műtőasztalra, nem? És szólnál, hogy... És jönnek egymás után, hogy megnézzék. Hát és belenéznek. Ott hátulról is mindenki látta már, jó, oké, Katika, Krista, Andrea, jó van, mindenki megvan. Ja. És hát azért tudod, hogy stresszes helyzetben azért nem az igazi. Tehát, ugye, hogy azért ezt a nők nem tudják, de hogy azért stresszes helyzetek adódnak, és akkor azért úgy... Igen. Hát nem vagy. Bizonyám. Nem vagy a helyzet magaslatán. A kis csípisz. Igen. Na, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Miklós, jó reggelt, hello! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello, hol hallgatsz minket? Pusztazámodon. Pusztazámon. De szép. De szép. Mit csinálsz? Gyönyörű. Hát most készülődök lefeküdni, mert éjszakás voltam, csak meghallottam ezeket a sztorikat a rádióba, és nagyon fölcsillant a Requiem. Na, te mi a foglalkozásod? Dolgok. Hát szakmám hentes, de most már nem dolgozom benne, sajnos. Mert nincsenek ujjaid? Nem, van még mivel fognom. csak a vágóhíd, mint olyan, az megszűnt. Aha, de hát henteskérdés, azért gondolom vannak balesetek, nem? Szóval a henteskérdés, az ember azért nem túl rutinos, vagy tanulja még ezt a szakmát, hát ott történhetnek szép dolgok. Hát főleg, hogyha tanuló vagy, meg hogyha nem figyelsz oda, meg hogyha egy kicsit bebotkáztál, akkor vannak olyan dolgok, igen. Oh. Engem. Na jól van, figyelj, akkor játsszál velünk egyet, jó? Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Oké. Okay. Figyelj. Egy balesetet készítenek elő. Igen. Ez kész. Levágtam a bal kezem, ezért most mérgen belevágom a jobbat. Igen, nagyon fűrészelnek valamit. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! La 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 na! Ó, hát ez... Hú, ez a... Gypsy King. Profi vagy. Nincs olyan buli, ahol ez ilyen éjjel egy körül nem csendül fel, nem? És mindenki tudja a szöveget. És mindenki nagyon rompja, igen. Megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Nagyon ügyes vagy, ez egészen hamar, mert nem is vettünk ki az ajándékcsomagból semmit. Úgyhogy Miklós, benne van az egéralátét. Ezt mindig keverem, gyerekek. Az óvenben óra van, vagy bögre van? Bögre van. Bögre. Megvan a bögre is, jó? Hát úgy minden, és akkor nem fogunk haragudni. Na.
Köszönjük szépen. Meglettünk fenyegetve. Békés lesz az álmod. Igen. Igen, igen, igen. Beleteszünk mindent. Jó, köszi a játékot. Nagyon szépen köszönöm, Jani. Sziasztok, szép napot. Köszi, hello, hello. Jaj, gyerekek. Kedvet támad bulizni a bamboléjóra? Igen, most azt olvasom, hogy... Igen. Nem erre a válaszra vártunk. Nem, hogy Miklósnak még lettek volna történetei, csak hát én vártam, hogy mondjon valamit, de hogy azt mondta, hogy alkoholos befolyásoltságát sok minden történik, de nem kezdte elmondani. Hát megharapta egy disznó. Vártam, hogy mondjon valamit, de nem kezdte elmondani. Rossz felől állt. Ez ilyen harapós az egyébként? Az nagyon. Vigyázni kell disznóvágásnál, igen? Hát a legszebb sztori az a alkoholos befolyásoltság alatt lévő böllér, aki mellé szúr, de ezt már meséltem, nem? Ja, harapsz is, tudom. Saját szomjába egyet fordít. Még harapsz is, te szemét! Jó, ez ilyen városi legenda, igen. Nem, ez megtörtént. Megtörtént több faluban is. Ugyanazzal a böllérrel, igen. Oké, 6 perc pontosan 8 óra, várunk közlekedési híreket. Jó, mi a helyzet a nulláson, a kettesen. Onnan is írtak elég sokan, hogy nagy a dugó az M3-as bevezetőjén, az autópályákon, nagyvárosokban, mindenhonnan írhattok. Mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Jó reggelt. Szia, Feri, bárhol is vagy. A Ferit mindjárt kapcsoljuk, mert kiment valamit tesztelni. És azt a mindenit. Rögtön beszélünk arról, hogy hova ment és mit csinál, de előtte gyorsan közlekedési hírek. Nagyon sok van, gyerekek, nagyon sok van, úgyhogy nem mondok most egyet sem, mert nagyon sok van. Le. Annyira igen. Sok, hogy ránéztem. Hogy... Ne zaklass fel a hallgatókat, kérlek. Atya Isten. Na, nekiállok. Autó az árokban az M7-esen, méghozzá a Balaton felé vezető oldalon a 98-as kilométer után üzeni nekünk Laller. Aztán az M7-es, az M0-ástól, a Balatontól az M5-ösig problémamentes, trafi csak a 98-as kilométernél van, ezt Könyves Nándi üzente nekünk. Budafoki út ismét járhatatlan, minimum fél óra a Rákóczi hídig. Hónapok óta megkeseríti a reggeleket, puszi Kriszti. Székesfehérvártól gyárig M7, M0 a trafi és balesetmentes, üzeni nekünk Massa. Hatalmas a dugó a Solymári Osannál, ezt Balázs küldte nekünk. Tököli út 49 előtt egy lerobbant troli okoz torlódást. Ezt Perec küldte, valamint az M3-as 202-es kilométerénél Pest felé trafi van, és elfogó is van. Az elfogó ez ilyenkor egy gyors autó? Gondolom, nem? Figyelj egy kicsit, légy, ja, tudom, csak. Hogy hova nézel, csak koncentrálj egy kicsit rám. Igen. Szóval, hogy igen, ez egy nagyon gyors autó. Elfogásra szokták használni, ha valaki közlekedési kihágást követel, és nem akar megállni, az elfogó autóval, ami egy gyors autó, indulnak utána, az rendőrök, az rendéber őrei. Nagyon, nagyon szép, köszönöm. Igen, igazad van. Viatorbányon sikeresen most csinálják a vasútállomásnál a körforgalmat, ezért nehezebben lehet kijutni, mint valaha, eddig sem volt egyszerű, ezt pedig Kinga küldte nekünk, köszönjük szépen. Ha valaki lát valami frisset, tapasztal, érez, akkor küldje nekünk. Na, Bakter úr is küldött még egyet, M5-ös Kecskeméti tiszta eső, néhol esik csak. Hát gyerekek, igen, ami az időjárás illeti, lehet, hogy valaképpen most indul, egyre zordabb lesz. Egyre zordabb lesz, ma még néhány helyen elvileg egyébként van esély arra, hogy kisüssön a nap, utána viszont egybefüggő felhőzet, és mindösszesen 20 fok lesz a csúcshőmérséklet, egészen jövő hétfőig látom az okostelefonomban, ott 22 fok és szakadó eső. A következő néhány napban brutális mennyiségű esőt kapunk, de nem csak itt Budapesten, mindenhol az egész országban. Jó, a szeptemberben kell az? Hát, kell a francnak. Figyelj, azt szerinted egyébként, amikor mondjuk így van egy helyi menő csaj, most egy tévéműsorról jutott az eszembe, akkor van mondjuk valahol egy helyi menő csaj, akit mindenki körbe rajong, akit mindenki nagyon szeret, aki mindenkinek nagyon bejön. Azt szerinted alapból mindig úgy kell, hogy lereagálja, hogyha egy még jobb nő érkezik a közvetlen környezetébe, hogy egy picit látod rajta, hogy így gyilkolna a szemével, vagy ilyesmi? Hát szerintem a nővel nagyon rivalizál. Igen. Tehát a nővel jobban rivalizál minden élethelyzetben, mint férfi a férfival. Szerintem igen. Tehát, hogy szerinted többször fordul elő, hogy elkezd rivalizálni, mint hogy mondjuk... elismerő pillantásokat vet rá, vagy pedig úgy áll hozzá, hogy így úgymond elfogadja, hogy abban a pillanatban nem ő a number van? Hát szerintem igen. Tehát a csajok azért ritkán mondják egy másik csajra, hogy jó nő. Figyeld meg a csajok, inkább a többi nőt kritizálják. Igen. Tehát ez ilyen, olyan, jaj, nézd már meg jobban, tudod, jaj, hogy néz ki, jaj, milyen. De hogy közben nyilván azért kritizálja, hogy közben rivalizál. Igen, szóval persze. Van olyan, aki azt mondja nő létére, hogy ő egy csinos nő, de ez a ritkább szerintem.
Tehát ebben az élethelyzetben a nő a nővel sokkal inkább. Persze. Mire gondolsz? Ja, nem, csak itt beugrott, így hirtelen. Ja. Ránéztem a tévére. Na, a Feri elment, és... De tudatosan, tehát nem azért, hogy csak úgy elengedett ebből. Nem sodort arrébb, hogy hívják. Igen. Kereszthúzat, vagy ilyesmi, mert annyit még azért nem fogyott. Nem. De. Csak láttuk már, hogy itt napok óta nyitott szemmel alszik a stúdióban, és ezért egy kicsit... Kicsit kiküldtük a szabad levegőre, és Bubi tesztel, ugyanis néhány nappal ezelőtt ugye elindult hosszú-hosszú tesztüzem végre. Után gyerekek végre, és azért legnagyobb örömömre tegnap elég sokat voltam a városban, láttam, hogy már kölcsönzik ezeket a bringákat, de ugye vége a tesztüzemnek, bárki fölpattalhat rá, és kikölcsönözheti Magyarországon is ezt a kis bérbringa rendszert, a Bubit, ami egyelőre úgy tűnik, hogy egészen jól működik. Amikor elkészült a Bubi első néhány prototípus, akkor az egyiket mi is kipróbálhattuk itt az udvarunkon, és meglehetősen nehézkes volt a jármű, ami nagyon stabil volt, meg nagyon masszív volt, de az egy picit, megmondom őszintén, nehéz volt tekerni, és nem csak nekem, hanem bárki másnak is, aki kipróbálta, azért egy elég, nyilván ez is szempont volt, amikor megtervezték, hogy minél nehezebben ellopható legyen, hogy eleve, ugye nincsenek benne olyan alkatrészek, amik mondjuk kompatibilisek más biciklikkel, hát tehát ez valaki az szétdobja, akkor csak még egy Bubit tudnak belőle összerakni, vagy esetleg eladják valami, hogy tudom én, valamilyen méhtelepnél, vagy ilyesmi, nem könnyen lopható szerkezetről van szó, és most átalakították, mert hogy lecserélték egyébként a kerekeket is rajta, pontosan ebből a megfontolásból, hogy egy kicsit könnyebben kezelhető legyen. Most én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a Feri mennyire fog tudni vele úgymond boldogulni, hogy mennyire veszi észre majd a különbséget. Te mentél már vele? Igen, igen. És de picit, csak amikor itt volt benne nálunk volt, igen, a bringa? Igen, és mindig hátra néztem, hogy üle valaki a csomagtartón, de nem. Ja, mert hogy annyira nehéz volt. Nehéz bringa. De hát az egyébként nem baj, nem? Hogy országúton számít az igazán, vagy bent a városban is érzed? Igen, meg szerintem azért is volt fontos, hogy ilyen legyen, hogy strapabíró legyen, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy ezek télen-nyáron kint fognak állni. Ugye mindenféle ember fogja őket használni, ugyanúgy, mint a, tudom én, az 58 kilós, mint én, meg a 120 kilós, mint mondjuk, ja már nem, már csak 100, mint Feri. Hát ma a hátadra nem kapod, az biztos. Nem. Igen. Tehát ha valamit át kell ugrani, egy villamosint, vagy ilyen kis, nem tudom, fekvőrendőrt, ott nem kapod a hátadra. Elvileg nem is ez a célja. Mondjuk ilyen csomagszállításra lehet használni? Tehát, hogy mit tudom én, elmegyek bevásárolni, fölpakolom hátulra, kis izére és kormányra, és akkor két kétszázkötös. Fölraksz egy rekesz sört, két profitejet, egy kiló kenyeret, meg négy sós kiflit. Arra is, tehát, hogyha hát befizetem, akkor amire akarom. Használom, persze, mert akarom, így van. Persze, egy költöztetés azért nem nagyon vállalj vele, de hát nem tudom, hogy van ennek csomagtartója, ez a klasszikus értelme csomagtartó, ez van rajta? Hát van szerintem egy olyan rész, amire lehet pakolni. Nézegettem azokat a bringákat, de az ott ülni, hátul nem túl, nem. Tehát, nem túl nagy. Szállítani egy másik embert, szállítani nem lehet rajta. De azért gumipókokkal meg lehet oldani, hogy... Hát neked nem kell költöztető autó, ha bárhova mész, majd valamikor jövő, lementek, nem tudom, Balatonra nyaralni, fölrakod a családot két gumipókkal leköltöződőket, és megvagy. Én kíváncsi vagyok, hogy mikor jelenek meg majd az internetes piacterekben az első Bubik. Alig használt Bubik, 13 000 forintért a vatár. Igen. Állítólag nem nagyon, tényleg, amit te is mondtál, nem nagyon tudják őket szétszedni. Tehát télálló, tolvajálló, ezeket úgy csinálták. Tényleg bevonják őket, vagy úgy télálló, nem, hogy azért egy időt behozzák őket? Ő a szakértő a témának, és azt mondta, hogy télen-nyáron kint lesznek, tehát aha, legalábbis így tervezik. És mondom, úgy vannak kilakítva különböző alkatrészek is, hogy például, hogyha mondjuk az ülésről beszélünk, vagy a kormányról beszélünk, ezeket nem lehet csak úgy kivenni belőle, mert belül egy ilyen damilos megoldással rögzítve van a fászhoz is. Tehát, hogy mozgatni lehet, a magasságot lehet állítani, viszont nem tudod belőle kiemelni, mert bent rögzítve van. Azért akik tervezték, azért azok jól ismerik a fővárost, ja, is. Ja, azt akarod mondani, hogy majd ők fogják. Nem, ja, nem. Arra gondolok, ja, hogy eszembe nem jutna az ülést külön lerögzíteni, de hogy itt tényleg erre is kellett gondolni, mert egy héten belül az összes Bubiban nem lett volna ülés. Nem? Mert rájönnek, hogy az mozdítható, gyorsan letekerik és már viszik. Hát ez a rákfenéje például ezeknek az újabb rendszerű bringáknak, ahol mindenhol már ilyen gyors rögzítő rendszerek vannak, és nem a hagyományos anyás, stb., mert hogy ahhoz kellene egy villáskulcs. Egyébként meg ezekhez a gyorsan oldható rendszerekhez már annyi, hogy elfordítod, megpörgeted, és már viszed is a cuccot. Igen. Na, ezeken van súlykorlátozás? Hogy a Feri ráülhet? Szerintem ráülhet. Rá? Rá. Na most fogyott. Igen, fogyott. Vagy csak rollerezik majd vele. De akkor meg túlterelő az egyik pedált. Igen, és nagyon-nagyon az egyik irányba fog dőlni. Na, Feri elment egy kicsit tesztelni a Bubit. Egyáltalán hogy tudja kikölcsönözni, ott van egy bankkártyával, mennyire érthető a rendszer, működik, nem működik. Itt van már velünk. Hello Feri, jó reggelt újra! De
sziasztok, az Üllői út Ferenc körút keresztül. Jugász előtt, zene butik, zene híd. Igen, rendőri irányításon, csak ezt akartam mondani. Üllői Ferenc körút. Ne csináld. De már miattatok? Vagy... Ne, hát nem tudom, hogy tudják-e, hogy jöttünk. Már felkészültek szerintem mindenre, igen, lehet. Na. Néhány válasz a kérdéseitekre, igen, kint lesznek télen is, igen, állítható minden, a magasság is, és ráadásul olyan magas, ami még nekem is magas, pedig az ritka. Igen, igen. Jól mondta a Feri, hogy az ülés az állítható rajta? Én most mondtam el, hogy az ülés az állítható picit rajta. Picit hangolódjatok már egymás, mert pont ezt mondtam. Igen, pont ezt mondtam körülbelül egy másodperccel ezelőtt. Viszont ennél egy sokkal, sokkal fontosabb kérdés, hogy az üléssel mi a helyzet. Figyelj, érdek, marha jó, képzeljétek el, az ülés állítható. Nem hitted el. Jó, figyelj. Mindenkinek van az a stádium az életünk, hogy nyitott szemmel alszik, bocsássuk ezt meg. Kinek többször? Kinek kevesebb szer, igen. Na, bankkártyával mész neki a kikölcsönzésnek? Vagy hogy akarod? Azért kell bankkártyával menni, mert nem regisztráltam, tehát arra nem volt időnk. Egyébként még egy információ, hogy ennél a Bubi pontnál, ahol mi vagyunk, itt áll velünk Lóránt, aki egy hétig itt fog állni, és segít mindenkinek, akinek vannak kérdései. Lóránt, több ilyen ember is van a városban? Igen, elvileg az összes 76 gyűjtőállomáson. Mind a 76 gyűjtőállomáson állnak emberek, egy hétig ők kint lesznek. De őket kérték erre, vagy ők ilyen önkéntesen odaálltak most egy hétig? Ide állt szegény, ide állt, azt, hogy addig se kell dolgozni benné. De ez nagyon, azért nagyon szép gesztus, nagyon szép gesztus. Itt állok a kölcsönzőpont előtt, két lehetőség van. Az egyik az, hogy ugye regisztráltál már, akkor csak oda kell érintened a MOL Bubi kártyádat a kerékpár hátulján található értékelőhöz. Ha még nem regisztráltál, mint én, akkor én bankkártyával fogok vásárolni. Megkérdezi, hogy új felhasználó vagyok-e. Igen, regisztrálnom kell, általános szerződési feltételeket el kell fogadjam. Itt mondom, ez egy monitor, ami érintő képernyős, tehát én csak megnyomom, hogy mit szeretnék. Igen, elfogadtam, várjatok a regisztráció. Ja, lehet nyelvet választani, angolul, németül és magyarul beszél. Bár kiírja, hogy zárolni fog a bankkártyámon 25.000 forintos összeget, ezt akkor fogod visszakapni, ha visszaadtad. A következő képernyő háromféle jegyet tud venni, 24 órás 100 forint, 3 napos 100 forint, heti jegy 100 forint. Akkor ezt mondjuk nem értem, hogy mi a különbség. Az meglehetősen olcsónak tűnik, 100 forintos. Ahhoz... Lórán, hol vagy? Lórán, elszaladt. Minden jegy 100 forint, van. Ja, minden jegy 100, akkor 7 naposat veszek ember. Ha vicces? De ez most gondolom ilyen bevezető ár, gondolom én, ugye, hogy ez így az első kikölcsönzőknek. Igen. Megkérdezi, hogy hány biciklit akarsz bérelni? Egyet, kettőt, hármat, miért? Laci, akarsz bringázni? Tesó, meghívlak egy bringázásra. Aranyosak lesztek, hogy együtt bringázgatok itt. Igen, a város ott szakadó esőben szegények. Tudunk úgy menni, hogy egymás mert kézen fogva. Ekkor kiírja, hogy a zárólandó összeg az 50.000 forint. Tovább megyünk, ugye, mert két bringát fogunk kölcsön, az egy hétig. Figyelj, a zárolás az úgy van, hogy amikor ugye az ketyeg neked, és amikor leadod, akkor feloldja a zárolás? Nyilván így csinálják, nem? Nem, valószínűleg egy hét múlva, tehát ahogy lejár a kölcsönzési idő, akkor fogja föloldani. Kéri a mobiltelefonszámomat, mit, föl akar hívni a bicikli, vagy mi? Vagy a Vitézi Dávid, vagy hogy leszek? Beütöttem a számomat. Add meg a Janiét. Persze. De hülye vagyok. Az egyszerűség kedvéje. Na, kérem szépen, azt mondja, hogy elméletileg most e-mailt is adja, kötelező az e-mail? Nem kötelező, jó? Akkor mit nyomok? Eddig nagyon egyszerűnek tűnik. E-mail címet kér, e-mail címet. Kész vagyok. Kártyás fizetés bizonylattal. Azt mondja, hogy megnyomtam ezt is. Jegyvásárlás esetén a kerékpáron igen, záróljuk, a bérlés végén a jegyárát és a használati díjat a zárolt összegből levonjuk, és a fennmaradó összeget felszabadítjuk. Tehát a 25-ből fogja a 100 forintot. De mi van, valakinek nincs 25 ezer a bankkártyáján, akkor az nem is tudja kikölcsönözni? Az nem fog át. Nem mindenkinek van 25 vagy 50 ezer forint a bankkártyáján. Igen, az nem tud bubit, kérlek. Az nem tud bubit kölcsönözni. Aha. Gyere már, Lórán, bedugtam a bankkártyának. Ja, PIN kódot kérlek. Aha. Igen. Feri, kérdezz már, hogy légy szíves a Lórántot, hogy a telefonszám megadására miért van szükség? A telefonszám megadására miért van szükség? Azzal azonosít, azt mondja. Aha, de hát, hogyha a bankkártyával fizetsz, érted, ott van egy PIN kód, meg ott van ugye a bankkártyával felelet összes adat, hát hogyha bárhol máshol tudok fizetni egy bankkártyával annélkül, hogy megadnám a telefonszámomat, akkor itt miért kell? Nem tudom. Azt mondja, hogy utol tudjanak érni.
Na, ja, az jó, éven, hogy tudjunk dumálni. Szerintem fizettem, és nem történik most semmi. Feri, azért ez még szegényképp ez nem egy egyszerű rendszer, de hogy ez még akkor nem megy olyan flottú, de valószínűleg mi bénázunk, tehát hogy nem, ezt mindenkinek meg kell ezzel barátkozni, ettől ez még nem rossz egyébként. Kapnom kellett egy SMS-t, azt mondja a Lórán. Igen? Uh-huh. Ja, és úgy, mint az utalásoknál, lehet, hogy azt az SMS-t kell felhasználnod, és azt kell beütnöd, az lehet. Igen, egyébként. Megvan, kérdésében van egy típ SMS tranzakció, bocsánat. Tisztelt Móbújú ügyfelünk, telefonszáma, PIN kódja. Most mit csinálom? PIN kódja. Ja, bérlés. Köszönjük, hogy igénybe veszi a MOL Bubi. Felhasználói PIN kódját SMS-ben, igen, jó biciklizést kívánunk. Na, most ez a PIN kód, ez a felhasználói PIN kód, ez olyan az, mint az a bankos átutalásnál, vagy az internetbankos átutalásnál. Igen. Kérlek szépen, ide jövünk a bringákhoz, és most mit csinálom? Lórán, kérlek, segíts rajta, már fel. Van pont. Kezdj el tekerni, Feri. Na, várjatok, mert még a bicikli nincs nálam, tehát a bicikli még zárolva van. Meg kell nyomjam a bicikli fenekén lévő oké gombot. Igen. Most már a telefonszám, a telefonszámomat is. De azt, hogy 20-30-as, azt meg kell. Igen. Laci, ne reszöl. Igen. Na most mi van? Hát figyelj, azért nem vagyunk. Aha. Tehát akkor jó, oké. Okay. Hát mondtad, hogy nem vagytok ügyesek egyenlőre. Ugorjunk egyet a téridő kontinuumon, nézzük, mi lenne, ha eltelt mondjuk 10 perc. Az első benyomásunk az egyébként így, hogy ha valaki először használja a Bubi szolgáltatást, akkor az kelljen már fel egy fél órával előbb azért. Hát Lórán ne menjen sehova. Sehova ne menjen. Figyeljetek, az van, hogy most már van PIN kódom. Levontak 50 000 a kártyámról, és most kell beütnöm a telefonszámomat a bringa hátuljára, amit nem enged tesó. Tehát 5 számot enged, a teljeset nem engedi. Éri, akkor csináld azt, mint 20 éve, vedd a hátadra, azt lopd el. Aha, csak Lórán, csak mondom, hogyha a Feri tesóval fejez be egy mondatot, ott előbb-utóbb verekedés lesz. Ja, akkor már agresszív az óriás. Akkor már fájnék az 50 rúgó. Mondjuk én izabos lennék. Én izabos lennék, levennének 50-et, és nincs bringa. Nem, mi bénázunk, nem. Meg lesz az. Igen? Ne szórakozzál, hogy hagyj egy ügyet. Na mondtam. Jó, hogy nem lesz. Megveri. Most nem mondod, hogy elő, várjatok, gyerekek, bekéri a bringa a telefonszámodat. Igen? Ha nem vagy elég ügyes, akkor újra kezded az egészet. Majd leokézod, na most megint oké, igen. Biztonsági idő van, azt mondja. Egyelőre maradok a kocsinál, de jó, tetszik várjál. A dolog. Én már gyalog félúton járok. Egyelőre hozom a saját rolleremet, és azzal megyek, igen. Várjon, nem jött meg a vágyam, hogy átüljek. Meg vagyok, kerékpár nem elérhető. Na, jó van, ügyes vagy. Jó, megyünk, várjál. Ez olyan, mint egy... Gyerekek, ne add föl, hát ott van 50 rúgó. Nehogy föl, meg most már kíváncsiak vagyunk. Most megint bekéri a telefonszámomat. Igen, hülye vagyok, várjál. Mondjuk Feri, te utoljára számítógépet akkor láttál, mikor komodoroztál otthon. Sőt, akkor is ez a szomszéd fiúnak volt. 18. Hol tartasz közben? Mondd. Ne hátráljunk meg. Igen. Nem adom föl. Feri, kiveszem neked a Basic Alapok című könyvet a Szabó Ervinből. Komolyan mondom, hallgassám, lopd el. Ne. Hallod? Várok. Dobj el valamit, Lóránt a ellenkező irányba, amikor odafordul az aj felé, vidd el a bicikli. Vagy nyerd le. Nem bírod elvinni. Tép. Érted? Ja, ezt ne, mert az rongálás. Vár, azt írja, hogy várjon. Igen, én várok, uh-huh. Lórend, én úgy várok, hogy így nagyon régen vártam valamire. Gyerekek, aha. Ezt most a vitézi hallja, ő már köti a kötelet magának, önti le magát benzinnel. Picit félek, Feri, hogy ebből előállítás lesz. Félek, kedves hogy egy Dávid, újabb polgári peres eljárás vár ránk. Kedves Dávid, higgy el, hogy teljesen korrektül csinálok minden. Nagyon jó. Igazgató úr. Hol tartasz? Várjon, ezt írja, biztos, hogy várjon. Inkasztónál. Remélem, újabb 50 000-et zárolnak. Hogy mondod, ne hallottam a tranzakció miatt. Azt mondja, hogy... Aha, ne törődj fel, már egy kilóba fáj, hogy 4 percet biciklizél élő adásra, ne törődj vele, engedd el. De nem, a biciklizés még nagyon messze. Na, a várjon elbújt. Vérelhető. Kihúzhatom? Na. Gyerekek, van bringák! Meg is hallj! De jó, és most zene! Mi kerül?
Elmegyek, kiszom egy kávét. Nagyon jó. Egyet vettél ki, vagy kettőt? Na, hát ez csak egy volt, most érelek a Lacinak. Ne, nincs a bajnyi, Feri. Nem érdekes, majd megy utána a gyalog. Érzem én innen belülről, nincs ebben. Jó az. Semmi gond. Laci nem szeret biciklizni. Nem, inkább próbáld ki, hogy milyen. Abba több van. Várjál már, most már nincs benne több öreg. Ezt ne haragudjál, 18, 60. 7, 47, egészség. Nem hisznek. Már rádudált egy rendőrautó. 47. Jön a vitézi. Na kérlek szépen, meg vagyunk, be kell állítsak. Te bukós isak, nem kell ehhez? Nem kötelező. Nem, az egy hosszú folyamat lenne, Feri. Jó, hát lassú, ne szóra. Na, ülj rá! Pumpáld fel! Rak rá láncot! Azt írja egy hallgató, hogy szúrd ki a kereket és menj onnan. Nem bántjuk. Nagyon jó. Na, hol tartasz? Kérlek, szépen beállítom az ülést a János által említett gyors hogy hívjákkal. Igen. A Laciét is kiszabadítottam, csak mondom. Na, nagyon jó. Nagyon jók vagyunk, hát, meg vagyunk a bringával. Picit pörgősebb ez a megszólás, mint a Born ultimátum, ugye? És kérde, én is nagyon izgulok. De váltós, hány sebessége? 3, akkor maximál 1-es, 2-es, 3-as helyben. És világít azonnal? Azonnal világít. Jújjújjúj. Egy kicsit vicces, hogy az eleje az nem megy. Na kérem szépen, itt a szomszédom, te vasz Attila, mész dolgozni? Elom. Na jó, a fiáll, de mágat állott hozzátok már vissza. Add már vissza a kecskés DVD-imet, mert már annyira hiányzik. Nem, olyan, várjál, forgalommal szembe fogunk menni. Nem nagyon baj. Könnyen, nagyon na. Könnyen tekerhető a bubi, azt kell mondjam, 2-es fokozatban vagyok. Én nem érzek semmit, nagyon sokan mondták, hogy a bubi nehéz. Mármint a haladásból nem érzel semmit? A menet célból? De abból érzek, János, bármilyen hihetetlen. Az egyes fokozaton ott úgy tekesz, mint az űrge, nagyon könnyű, a hegymenet, megnézem a hármasat, na, hát ezzel meg már sebessége. Abból mit lehet érezni tényleg, hogy mondják, hogy nagyon nehéz, a gumi, amit ugye most cserélnek, vagy most fogják cserélni, tehát nem nehéz, de abszolút semmi. Használható. Ezek már az újak. Igen, ez már új gumis bubi, és ha a 2-es fokozatban azt ajánlják városban, azt tekered, akkor egy viszonylag szerintem ilyen ránézésre 13-15 km/h sebességgel tud kényelmesen mellette még beszélgetve is haladni. A Laci eltűnt, gyerekek, viszont. Hát ott hagytad. Ja, itt van, itt a Laci, és világít a Laci, de jó, nekem világít a hátsóm. A egyetlen egy zavaró tényező van a számomra, hogy az elején... A forgalomban szembe haladsz. Az igen, de az egyirányú utcában lehetséges, hogy az elején van egy csomagtartó kis kosárka, ami nem fordul a kormánnyal együtt, ezt meg kell szokni, mert ilyen vezetésben ez így egy kicsit... Hát, hogyha beleültetted a gyereket, akkor ő mindig abszolút szembe van a menetirányra, hogy ne forduljon el, hogy mindig előre nézzen, az jó? Na, a 87061-es bubiról most leszálltam, és megemelem kézzel. Hát ez egy régebbi típusú kerékpárs súlya. Ma már fele ilyen súlyú bringát lehet venni normális áron. De tök jól lehet használni egyébként. A sebváltó az jól működik, fékek jól működnek, ugye kézifék van elől hátul, és megfogja azonnal, és ugye ahogy használva veszed, rögtön elkezd világítani. Ne jónak na, tűnik egyébként. Na, tehát maga a kölcsönzés azon az ember átmegy, akkor utána már ugye nyilván a bringázás az már egy egyszerűbb valószínűleg, dolog. Valószínűleg aki már látott közelről számítógépet, nem úgy, mint én, annak ez mondjuk fele annyi idő, tehát itt az adás környezetben lehet, hogy kicsit bénáztam. Nem, elsőre. Nem tart ez sokáig, és utána pedig ugye a bubi fenekébe kell betáplálnod az adataidat, a telefonszámodat, meg ezt a bizonyos PIN-kódot, és utána egy perc alatt kiengedi, azt tök rendesen kiengedte a dokkoló, tehát nem volt semmiféle olyan, hogy ráncigálni kellett volna. 2 perc az egész, 1 perc alatt beállítod magadnak, és már bringázod is a belvárosban. Mert ugye a bubi pontok azok a nagykörúton belüli részen vannak, tehát aki ott megy. Én egyébként tegnap láttam turistákat, akik már ismerkedtek vele és vitték, úgyhogy tök jó. Gyerekek, jó, bubi, jó. Egyébként a tiéd. Írja valaki, hogy biciklizés közben is tilos telefonálni, valaki fel fog nyomni. Hetszettel vagyok, jelentem, hogy 3000 forintos beruházást tettünk a Lacival a mai műsorért, mert nem volt nálunk hetszett. 53. Igen, ne felejtsd el. 3000 forintos beruházást volt, kitettem a karomat, irányjelzek, mert elkanyarodtunk. És mit akarok mondani? Tehát, hogy vettünk egy headsetet. Úgyhogy én most... De nem tudom, headsetel lehet egyébként bringázni? Hogyne, persze. Hát headsetel nyugodtan, persze. Jó, akkor nyugodt vagyok. És ugrókötelezés elég hosszú. Jól van.
Na, igen, ügyesek vagy. Egy ilyen bandába tartozol ezzel. Uh-huh. Aha. A bubi banda. Jani, nem jött? Ne, nagyon jó, picit. Tényleg jó. Picit kevésbé kemény, mint mondjuk a Hells Angels, de hogy egyébként jó. Hát jó. Szimpatikus. Nem is ugyanaz a célkifűzés. Jó, Ferjet, írták a hallgatók, hogy azért, hogy így áll egy pálaszt a nagy riadalomra. Azt már nem írtuk előtte. Ja, most lenéztem a gumimra, megnéztem igen? A hátsó gumit, mert az ugye az van súlyosabban terhelve a 107 kilómba, már csak annyi vagyok, és abszolút nem lapos. Tök jó. 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 Mert ugye oda megy a nagyobb súly. Javítószett egyébként van ott, tehát hogyha esetleg valami baleset ér, akkor és nem tudod használni, akkor én. És mondjuk adott esetben üres a droszt, vagy nem tudom minek nevezzék ezt. A nem tud üres lenni, az folyamatosan töltik. Nincsen, mert nagyon sok bubi van föltéve, keze is sokolom, nagyon sok bubi van fölrakva, tehát neked nem kell megjavítani a biciklidet, hanem beszeletjük ki egy másikat. Plusz minden bubi intelligens, és akkor írja, hogy ő most vérelhető, vagy nem vérelhető. Azt írják, hogy ha leveszed a láncot, könnyebb tekerni. Ez mondjuk igaz, de az a negyedik fokozat. Ja, csak mondom, nem tudod levenni, mert teljesen zárt. Ja, nem aha. Zárt. Na jó. Oké, tehát hogy jól megy, egészen jól kikölcsönözhető, és flottul lehet vele menni. Van. Jól van. Gyertek akkor vissza. Köszi, Feri. A befektetés. Ciao. Ne felejtsd el, mínusz 53. Ciao. Megérte. Hülyére kis megéri, jó buli volt. Megint én vagyok az adás hülyéje. Na. Köcső. Köszi. Hello. Egy-két SMS gyorsan, csak még írják a hallgatók. Hát sztrókot nem kapok. A Robika kikölcsönzése. Igen. Aha. Azt mondja, hogy Jani, vajon a MOL Bubi vásárlás adnak szuper shop pontokat? Kérdezik hát én erre kíváncsi lennék. Egyébként, mert akkor tehát megvan, hogy mivel jársz egész télen egyébként. Onnantól kezdve nekem ez már szimpatikusabb, vagy igen. Még szimpatikusabb. Egyébként abban igaza van az egyik esemesírónknak, az egy irányú utcában csak akkor lehet haladni kerékpárral, hogyha azt tábla jelzi, tehát nem lehet minden egy irányú. Nehogy valaki most akkor holnap írjon, hogy én nem írok nektek, ahogy intenzív a közfelé ötlet. Beperelek titeket, igen. Ha már ez a cég támogatja a Bubit, miért nem Bubi Ewingnak hívják? Bubi Ewing. Tomi a kutas kérdezte ezt tőlünk. Feri, gondolja arra, nagyobb összegért zárolt, mint az alfa értéke. Szegény. Ezt pedig Ati küldte nekem. Olyan rohadékok hallgatok. Most biztonságban van a pénz, nem költheti el. Abszolút. Hát ez a legjobb. A legjobb, hogy ott van. Igen. 8:30 volt pontosan, 5 perccel 3-as ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 van egészen pontosan egy jó kis pitbull. De egyébként még a témánkhoz is illik, nem? Pitbull. És ja, igen. Abszolút. Tehát a bubiról beszéltünk. Hát. Szegény Feri lassan visszaér, de hogy nem sokára szegényként megázik, reméljük még már nem teker, mert hogy... Hát majd a bal kezében maga fölé tartja a Lacit. ez is igaz, felkapja, igen. Szóval, hogy ez az eső, amit így ígérgetnek, ez szépen lassan kezd ideérni, és hát nem is túl kecsegtető a kilátás, abból a szempontból, hogy egészen jövő hétfőig ilyen időt mondanak. Nem túl jó. Pedig még ilyenkor szeptemberben ez az indián nyár, október közepéig, ez a 24 fok tiszta idő, hát ez még azért sokszor volt, ez is eltűnt. Igen, csak hát tényleg beszélünk erről már, meg beszéltük is róla sokszor, hogy gyakorlatilag két évszakra redukálódik le lassan egy év. Lesz egy tavaszunk, meg lesz egy őszünk. Kész, igen. A nyár az nem volt idén, ugye? Vagy ezt szokták mondani, szerdára esett a tél, meg igazi havazás, nem tudom mióta nem volt. Két éve talán az a nagy március 15-ei, de egyébként csoda, igen. Pesten a gyerek ha már föl tud úgy nyúlni, hogy nem nagyon lát havat. Állandóan esik csoda, hogy van időd vágni a tujákat. Most mi baj van a tuja? A tujavágásomban. Nem fogja elhinni senkit. Két megszólás között zenebe, pitbull szól. Én itt molyolgatok a kis laptopommal, nézegetem, hogy mi van az SMS falon, jelölgetem a közlekedést, és ezt hallom a háttérből. Figyelj, nekiálltam akkor a meccére a tujákat, hallod? Most azért ez egy komoly meló, hát de azért tök jó, hogy ott hagytatok meg minden, de figyelj, ez egy komoly meló, nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. De hallod? Egyébként is tökre szeretem azt, hogyha egy kicsit ilyen kis fenyőfaszerűek, tehát akkor a felülén kis keskenyebb, hegyesebb, alul pedig egy szél, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Szóval, hogy Balázs tujákat vág otthon. Kertészkedik, molyolgat, gerebjézget, vág meg. Van egy arcom, amit mindenki gondol, hogy én milyen vagyok. És az igazi énem sokszor annyira különbözik ettől, senki nem gondolná, hogy tegnap egyébként egy órán keresztül egy 2 méteres ollóval, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen hosszú pózna, a pózna végén van egy ilyen meccióló, amit egy zsinóra húzol. Tehát totál klasszik. Zsinóra húzol. Egy órán keresztül meccettem a tujáimat. Nekem a tujáim a legfontosabbak. És mert van 400 darab, ez egy viszonylag hosszú távú projekt. Annyi melót teszek bele, figyelj, rájöttem, hogy
meglehetősen zaklatott azért a mi életünk sok szempontból. A kertészkedés, a tujanyírás, az maga a zen. Én beszélek hozzájuk. Simogatom őket, metszegetem őket. Most azért fölhívtam a Lacit, hogy kicsit segítsen, mert egyedül maradtam ezzel, és egy óra után nem jutottam még sehova. Figyelj engem, ez nagyon érdekel. Megtanultam már az egyszikűeket, kétszikűeket, mikor kell permetezni, mikor lehet metszeni, mi baja van a babérnak, ránézek. A babérnak? Szó, nem a babér. Nálam ott jobb oldalta, hogy bejössz a házba, van egy ilyen babér. Ja, igen, mondtad, hogy imádjátok a krumpli főzeléket. Igen, Viki mindig kimegy, kicsit belemetsz a babérba, és az beteszi a borsó házi közelébe. Házi babér nélkül nem is krumpli főzelék. A kertészkedés maga a zen. Az maga a pillanatnak élés. Amikor nincs más, csak te és a cseresznyefád. És így igyekszel ilyen állatformákat is kialakítani, mondjuk a Benny kedvéért, meg mondjuk azért, hogy egyedül legyen a kert ezekből a tujákból, meg bokrokból, mint a ragyogásban Jack Nicholson a Panorama Hotel előtt. Mert tudod, annak is mi lett a vége. Itt szörnyű vége lett, igen. Figyelj, a múltkor tudod, hogy kétségbe estem, az egyiket megtámadta egy rozsdatka? 3 hétig küzdöttünk az életért. 3 hétig. A rozsdatkának? Ez az, nem, nincs szívfag, nem akarlak elveszíteni, ne indulj el a fény felé, mentsük meg a kis atkát. 3 héten keresztül küzdöttem a tujáért, az én kis tujámért, és sikerült megmenteni. És minden nap kiszállok a kocsiból, oda megyek, megsimogatom, és megkérdezem, hogy van. És aztán szerinted mondták, hogy ez gyárilag rozsdaszínű. Igen, és nem Balázs, ez ritka kaliforniai barna tuja. Ennek semmi baj, de most már végveszélyben. Nem, ebből látszik, hogy öregszem, de ezt az oldalamat nem is baj, hogy nem ismerik. Ez egy teljesen más Balázs, mint amit gondolnak rólam. Ahogy ott mászkálsz, is kezes lábasodba, elől hatalmas zsebbel. Nyilván teljesen mesztelenül, egy női tangabugyban metszem a tujákat. Nem, hát kezes lábasom nincsen se gumicsizmám, bár van gumicsizmám azért, ha nagy eső van. De hogy ez a kertészkedés, ez egyre jobban érdekel. Nem tudsz már olyan fát vagy virágot a kertben, amiről ne tudnám, hogy mi az, mikor virágzik, mi a neve. Komolyan. Ennyi. Hazamész, szépen átöltözöl a kis kerti cuccodba, felteszed a hajhálódat, aztán pedig hátramész a fészerhez. A kis... Én nem láttam még ilyen szerkezetet. Aki kitalálta, a zseni volt. 2,5 méter magas, és zsinórral vágsz. És a legnagyobb tuját is meg tudod vele metszeni. Mert ezek már ilyen nagyon-nagyon szépek. Úgy vettük, hogy olyan magasak voltak, mint én. 3,5 méter magasak lettek, és kiterebélyesedtek, gyönyörűek. De akkor nem tudtad használni a meccólót. Most tanultam meg. Akkor mindig le kellett fektetni. És oda megyek, és ilyen törzse van már. Brutális. Széles. Szia, hát most mutatom nagy, neked, nagy igen. Törzs, nekem mutatta, én láttam, higgyétek el. Nagyon széles. Hello, Feri. Hello, szevasztok. Jani elkapott egy telefonbeszélgetést, hogy metszettem a tujákat, arról beszéltünk. Beszélgetett éppen egy szakemberrel arról, hogy ez egy viszonylag komoly összetett és bonyolult feladat, nem biztos, hogy egyedül meg fogja tudni csinálni. De hűséges, 3-4 órán keresztül metszettem a tujáimat. Szegények, és még élnek? Hát néhány küzdködnek, rettenek. Ezt az oldalamat nem akarom megismertetni. Ez nem olyan, mint a krumpli, hogy a lényeg a föld alatt. Nem akarom, ez az oldalam csak az én titkom lehet. Erről nem is mesélek többet adásban. Amikor kertészkedem, ott egy másik Balázsban. Ne is áruld el. Gyönyörű. Na mi van? Az új Bálint mi bubisták gazda. Másképp látjuk a világot, mint ti aljasok, akik nem a városi közösségi közlekedés ezen formáját választjátok, mert a bubi zöld, a bubi barátságos, a bubi jó. Atya úristen. Te szeretlek enni, hogy így jár az agyat. A bubi ujing, igen. A bubi ujing. A bubi ujing. Na, de akkor mentél vele, jó, lehet vele menni. Mentem, igen. Abszolút teljesen jól lehet kezelni a történetet, ha nem olyan béna valaki, mint én. Na, számítógépes akkor... alapismeretek egyes, de megküzd, ezzel mindenki megküzd az elején, hát nem ismered a rendszert. Azt nem tudom, hogy tényleg mondjuk bankkártya nélkül, vagy ha valaki csak KP-vel akar. Akkor nem tudsz. Tehát ennek ez a lényeg, mert a KP-vel el tud lopni, persze. Így van, úgy tudsz ugye, hogy regisztráltál, tehát 2 verzió, vagy a bankkártyás telefonos, amit mi csináltunk most, vagy pedig a regisztrálós. Legyen egyfajta kontroll, persze, hogy kinél van a bringa. Teljesen kényelmesre be lehet állítani, ami ugye érdekes, mert most elmondtuk, hogy 100 forintért bérelünk egy hétre, ez igaz, de az első fél óra ingyenes, erre érdemes odafigyelni, pont azért van, hogy utána fél óránként 500 forint, és az már úgy nem kevés, ha mondjuk elviszed 2 órára, ugye akkor az 2000, hogy tedd le a bubit, tehát ha én itt mondjuk felszállok, bemegyek megnézni a parlamentet turistaként, akkor bedokkolom. És hát pont ez a lényeg, hogy ne vidd el magaddal egész napra, mert konkrétan a terminálok üresek lennének. Tehát ugye töltik őket, de hogy azért ezt add le, ne legyen nálad 100 forintért egész nap, mert az nem túl jó biznisz. Igen. Ez hát okos. Neked igen, de a cégnek nem, úgyhogy ez okos. És akkor a kialakítás is rendben van, mert például mondtad is, hogy nem volt lapos a hátsó gumi, ami öröm egy
főleg egy tömör kerekű biciklinél. Hát de mit tudom én, hogy érted? Nem, most már nem annyira tömör. De most már mióta kiszúrta, tudod, hogy tömör. Bosszúból kiszúrta, megpróbálta kiszúrni. És még mindig nem lesz le, és még mindig kulcssal már ott fűrészeltem. De jó. De nagyon jó. Tehát kényelmesen beállítható, azt szerintem fontos egy bringánál. Na most a Laci ezt elfelejtette, ezt a részt, gyerekek, mint majom a köszörűkövön kellett volna fotózzak, mert ő ugye a teljesen lentre eresztett üléssel használta, ami szerintem egy 8 éves gyerek mérete körülbelül, úgyhogy Laci a nyakában pedálozott, de ő is tudott vele haladni. Úgyhogy teljesen kényelmes a kettes fokozat. Ilyen a városban, na, arra, hogy A-ból B-be elmenjél. Jó van, szóval jó van, megnéztük ezt is. Teljesen rendben van, és akkor ugye 50 rugó, akkor fejenként azért azt egy hét alatt meg lehet forgatni. Tényleg, ja, az, igen, az nekem már jött az SMS, ez nálunk landol. De mert tényleg, hát sokszor 50 azért azt közben megpörgetik? Ez csak 20, egy biciklire 25, tehát én kettőt véreltem, hogy igen, a Lacival tudjak jönni. Meg azt csak zárolják, tehát az még nem, így van. Tehát az csak leveszik, elteszik, de azt visszateszik, az nem jut el hozzájuk. Abból vonják a bérleti díjat, tehát amennyit használod, abból levonják, és a többit visszarakják a kártyára. Igen. Nagyon jó. Na jó van, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Itt van velünk Magdi. Hello Magdi, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello Magdi. Hogy vagy Magdi? Meg vagyok, köszönöm, dolgozok. Dolgozol. Igen. Halásztelken egy kertészetben. Ó! Kertész vagy? Igen, igen, dísznövény kertész a szakmám. De jó, akkor te is sokat hallod azt, hogy hát itt orhideákkal foglalkozunk, úgyhogy... Ó, hát azok is milyen szépek. Ez milyen jó ez az ágvágó egyébként, ez valaki kitalálta, ez ebből is millió most lett, és zsinórra húzott az ollót, ez szenzációs dolgok. Nálunk van, is van, ha kért vehet. Jó, tényleg jó egyébként. Egy tartalék mindig jól jön. Igen. Na, milyenek a kérdések, Jani? Tegnapról gyakorlatilag megmaradt kettő, mert ugye ott csak az első kérdést sem tudta igazából megfejteni sajnos a játékosunk. Szerintem nem fog menni. Na jól van. Ez mindenképpen. Ne, mert tényleg a második kérdés tematikus már, tehát abban azért a témában otthon kell lenni, az első szerintem az menni fog. Az is tematikus, nem? Az is. Igen. Mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik filmben játszott együtt Brad Pitt és Edward Norton? Ez a Harcosok klubja. Nagyszerű film, nagyszerű színészekkel. Bizonyám. Ahogy Balázs Panna mondaná. És most jön egyébként a rendezőjének egy új filmje. Igen. A Ben Affleck játsza, majd David Fincher rendezte, ugye? És a Ben Affleckkel jön most egy új David Fincher krimi, és általában nagyon jó lesz. Uh-huh. Megölte a feleségét, nem ölte meg, meggyanúsítják, egy nagyon jó krimi. Most jön a napokban a moziba egyébként, ez is a Fincher csinált, egy nagyon jó rendező. Csak mondom. Jó. Moziba látogató hallgatói kedvét. Komolyan nézzétek. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alátétért. Melyik pilóta vezet jelenleg a Forma 1-es világbajnoki pontversenyben? Na, ez az. Na hát, hogyha ezt a nővérem most tudná, és itt lenne mellettem, az jó lenne. Nagy Forma 1 rajongó. Mert a szűjöző is lenne rossz. Basszus. Kivezethet. Egyáltalán nem nézel Forma 1-et? Én nem. Se? Hát figyelj, mondj egy pilótát, hát a belet rafálsz. Nem fogsz, mert ha nem nézed, akkor... Lehet, hát miért nem? Mondj egy pilótát, hát ha. Niki Lauda. Lewis Hamilton. Na, majdnem. Ő most a második. Nagyon második. A nyakára ment Nico Rosbergnek, a csapattársának. Komolyan, ezt akartam mondani elsőnek, de azt hittem, hogy ez majd nem lesz jó. Hát igen, sajnos ez nem. Nico Rosberg. Jól van, köszönöm. Magdi, köszönjük a játékot, ciao. Sziasztok. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nico Rosberg barátainak és tisztelőinek csak Britney. Igen, Britneynek hívják egyébként, igen. Holtodiglan, az lesz a címe a David Fincher filmnek, ezt megtaláltam. Nagyon jónak ígérkezik. 3 perc van pontosan, 9 óra, Ákos jön a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk már újra, 3 Feri visszaérte a tesztből, egy sikeres bubi teszten vagyunk túl, működik, igénybe veheti a főváros, és
hál' Isten ebben is csatlakoztunk most már tulajdonképpen akkor a többi nagy európai fővároshoz. Már látom, hogy felé lesz az arca a kampánynak, majd két kampányt összekötnek egymással. Én bringában is és fröccsben is a bubit választ. Ennyi. Egy bubis vagy két bubis. Te tényleg miért nem bubiújink? Tehát nem is, igen, nem is értem. Nagyon ráadásul, menőknek. Ráadásul tudjuk ki a szponzor, igen. Ajka, Bakonygyepes szakadó, eső, már csak 16 fok, ez surda. Küldte nekünk, Sopronban az Újteleki utcában ellenőrzik az autósokat, üzeni Zsozsi, köszönjük szépen, M6-os 41-es kilométerénél a szokott helyen trafiznak. Aztán jó reggel, dugó van nem kicsi Pesten, a Kerepesi Fogarasi Pongrác út kereszteződésében, mert nem működik a villanyrendőr, ezt Hencsi küldte nekünk. Az is fontos még üzeni Bukfenc király. Bukfenc király. A Bukfenc király. Imádom. Az egy iszonyú jó név. Imádom. Nagyon jó név. De hogy lehet valakinek ennyire jó neve, hogy Bukfenc király? Nem? És hányat tudsz csinálni? Igen, és miben vagy jó? Bukfencben. Már eleve az, hogy Bukfenc, maga a szó is. Nem tudod úgy kimondani, hogy nem mosolyog. Nem? Nekem egy Bukfenc. Ilyen nagyon, nagyon egyszerű, nagyon ilyen kaján mosolyú, hogy igen. Hívják, egy ilyen kis koronás királyútról az eszemben valami ilyen, hogy hívják, vagy gyerek rajzfilme. Bukfenc király. Király. Igen. A 41-es úton az 57-es kilométernél két kamion ütközött, a rendőrökre várnak, elfoglalják a szarvasra vezető oldalt, már torlódás van. Köszönjük szépen. Valamint van egy trafink Nagycenken, a 85-ös főúton mérik a Sopron felé haladókat, ez pedig Máté küldte nekünk. Köszönjük ezt is, ezek a legfontosabbak. Otto király meg volt nektek gyerekkorotokban? Az egyik legcukibb, igen, Otto király. Egy ilyen boldog kis gyermek volt, és gyakorlatilag árad belőle jókedv, és megláttál belőle egy részt, bármilyen rajzszint, akkor te is vidám lettél tőle. Otto király. Ez nekem nincs meg. Mátyás a házimanó megvan, de ez nincs meg. Figyelj. Nekem a Mátyás király van meg. Hát az nagyon jó, az nagyon jó. Otto királyban az volt a nagyszerű, hogy amikor őrült, akkor a keze így elkezdtek így forogni, mint hogyha egy-egy ponton lennének csak rögzítve a testéhez, és így elkezdett forogni így, és a lába is, és azok is megfordultak, és így örült. Ez nekem nincs egy meg. Nagyon boldog bohém kis figura volt ő. Ez nincs meg. Gyerekek, viszont egy szenzációs filmet láttam moziban. Ami fura, hogy eljutott a moziba. Egyébként igen, akartam kérdezni, mindig elindulsz, de oda sose érkezel. Mindig rájövök, amikor elindulok, és hatalmas dugó van, hogy inkább leszedem. Na jó, nem. Ha valaki szereti a klasszikus kémfilmeket, uh-huh. Akkor ez egy nagyon-nagyon jó film. Keresse magának, mert ez a film egyébként. Ez a film viszont Batmanről szól. Nem, szenzációs a film, lassú, hihet, most úgy mondom, hogy lassú, hogy ez a klasszikus tényleg, tehát nincs autós üldözés, nem ez a Luc Bessonos féle tényleg kémfilm, amikor is 15 percen keresztül látsz egy közelít egy Párizsban száguldozó autóról. Hihetetlenül jó. Az a Philip Seymour Hoffman játszik benne, akinek szerintem egyébként, ha jól tudom, ez talán az utolsó nagy szerepe, mert hogy még feltűnik majd az Éhezők viadala franchise-ban, lehet így mondani, de hát az már tulajdonképpen csak egy mellékszerep. És nagyon ritkák már az ilyen filmek. Mert hogy nem ez a Tom Cruise féle Mission Impossible bemegy, hanem egy igazi régi időket idéző kémfilm. Nincs agyon effektezve, nincs tűnközve. Nincs agyon effektezve, hosszú snitek vannak benne, szenzációs a pali, tehát ez a Philip Seymour Hoffman, én még nagyon szeretem, kiváló színész, egy hamburgi titkos ügynököt játszik, de úgy, hogy közben német akcentussal beszéli azon, akit megtört az élet, összeveszett már az amerikaiakkal, több kudarca is volt a munkájában, és feltűnik egy fiatal, megkínzott, félig csecsen, félig orosz menekült, akire az összes titkos szolgálat felfigyel, és azokat az eszközöket mutatja be, hogy egy Hamburgban feltűnő csecsent hogy vesznek észre először az amerikaiak, mit szólnak a németek, milyen háború indul el a színfalak mögött, van, aki azonnal el akarja fogni a csecsent, ő pedig azt mondja, hogy ne, figyeljük, és jussunk el a nagy kutyához, és ebből alakul ki az egész sztori, döbbenetesen jó. Megölik döbbenetesen a végén. Jó. Nem mondok el semmit, de nincs nagy katarzis, meg ez nem arról szól, ilyen izgalmas, de ugyanakkor nagyon szépen kibontott lassú filmet az ember már ritkán lát, mert szuperhősök vannak, meg Marvel akcióhősök, meg tényleg Éhezők viadala. Tényleg beősz is régi kém filmeket idéz, nagyon jó. Philip Seymour Hoffman pedig zseniális benne. Sajnos, hogy a szomorú apropója tényleg az utolsó fontos szerepe tulajdonképpen. Ez a film volt, de gyönyörű. Fú, nagyon. Jó nagyon film. Ha és ilyen régi típusú kémfilm, tehát hogy van mit tudom én, a csúcsponton leveszi a gumimaszkot, és ha azt hitted, hogy Jürgen vagyok a dohányboltból, akkor elmondom, hogy valójában Catherine vagyok a pékségből. Igen. De ha még azt gondolod, igen, és néha Philip Seymour Hoffman a Burj Al Arab tetején egy szál kötéllel rohangál. Igen, nem, semmi, talán egy fegyverlövés, ha van benne. Tehát nem ez az üldözöm, és lehallgatom, és nem tudom, mit csinálok profi eszközökkel, nem. Egy irodában játszódik az egész szinte, kis túlzással, egy szállodában meg az utcán, de tényleg nagyon, nagyon jó egyébként. Egy kliprendező csinálta.
az Anton Corbijn klipeket csinál. És nem ilyen gyors vágás? Az egész nagyon-nagyon nagyon lassú. Egy holland rendező, egy nagyon jó filmjei vannak. Nekem ebben a kategóriában a Keső három napja az, ami... Hát hasonló. Amire azt mondom, hogy ez egy megdöbbentően jó film, és hogy teljesen időtálló, tehát gyakorlatilag bármikor megnézheted, és akkor is azt mondom, hogy úristen, de kemény. Igen, az üldözött, ez a címe érdemes, de tényleg, ha az ember úgy ül be rá, hogy egy popcornhoz és lerágod a körmedet, akkor 10 perc után aludni fogsz hangosan. Mellettem a Viki, az mondjuk egy nagyon fáradt. Legalább kipihente magát. Igen, aludt egy, nem akartam fölé beszélni, nagyon fáradt volt. Tehát éber tudattal kell oda menni, mert a kicsit fáradtabb vagy, nem ez a kikapcsolós mozi, tehát nem ez a típus. Egy ilyen film volt, egy filmen aludtam el életemben moziba, ez pedig a Brazil volt, amit akkor már talán negyedszerre néztem meg. És teljesen kész voltam, de annyira imádtam a filmet, hogy mondom, még egyszer meg kell néznem. És akkor beültem, és ugye a felénél aludtam, és annyira kellemetlenül éreztem magam. Hogy hallották-e, hogy horkolsz? Hát, de meg olyan az egész szitu is olyan kellemetlen volt. Mert egyébként imádom a filmet, de akkor valamiért sikerült egy picit így. Az elalvásban csak az a kellemetlen, amikor hátra esik a fejed, és arra fölébredsz, amikor BKV-n ülsz. Vagy vonaton ülsz. Hányszor aludtam így el? Tudod, amikor a saját fejmozdulatodra ébredsz föl, vagy megijedsz és rosszat álmodsz, összerándulsz. Csapsz egyet a kezeddel. És tudod, nem tudod, hogy kinyisd a szemed, vagy inkább tetesd tovább, hogy alszol, mert kevésbé kellemetlen, és én azt mindig azt csináltam, amikor elaludtam a BKV, hogy tovább tettettem, hogy alszol, mert akkor nem akarod kinyitni a szemed. Szépen lassan visszadőlsz a melletted ülőnek az öléből. Visszafüggőlegesbe. Letakarítod azt a nyálcseppet, amit kicsörrend veled, becsukod a szádat, mert rájössz, hogy nagyon kellemetlen. Hányszor ébredtem arra, hogy tudom, nyitva van a szám, és arra ébredsz, hogy... És hirtelen felébredsz, mert tudod, hogy úristen, 10 percig nyitva volt a szám, tudod, Jézusom, de kellemetlen. Ilyet, nem tudod, hogy meddig. Ami kellemetlen. Na most vagy felkelek és szembenézek a pásztázó tekintetekkel, vagy tetettem magam. És akkor inkább az ember tetette magát. Na mindegy, hol a Júli, akarok neki adni valamit? A felmondó levelét. Várjál ja, csak. Gyere, Júli, boldog megnézem napot. A hátam mögött, itt nincs, asztal alatt nincs, itt van. Mielőtt adnék neked valamit, el kell, hogy mondjam, amit a srácok még nem tudnak. Van egy információm róla, csak hogy ne. Kivel ülünk mi itt, és szeretném veletek megosztani. Várjál, hadd gondol, hadd találgass. Mit csinálta, Juli? Na ne. Mi lett belőle? Te a fiatal volt, meg kellett élnie. Mit vállalt el? Az internetre. Valami ízű műsorvezetés hát, megint? Ó, nem, annál sokkal durvább. Tudjátok, mi lett ő itt mellettünk? Tudjátok, mit vállalt el? Tégla. SMK. Jézusom. SMK. Már az Annát éppen kineveltük. Már leneveltük. Jó, már megmondtuk, honnan van az info? Ezt így csiripelték a madarak. Hogy ez így elindult a folyosón. Hát hogy... nekem gyanús volt az Annával, ahogy sutyorogtatok, ahogy beszélgettetek. Egyébként csak mondom, hogy a régi SMK-s köpött. Hát persze. Jó, tehát az, aki már ugye végre nem SMK-s, gyorsan beköpte, hogy ki az SMK-s. De mi reggel álltatok a kávégép mellett, az Anna oda, ez az áspis kígyó oda óvászkodott mellett, és azt mondta, hogy te hallottad? Az információ dealer Anna teli szájjal nevetve, torokból hangosan hirdetve elmondta, hogy hallottuk-e, hogy Júli SMK-s lett, mondom, nem, de azért ez egy behívót megér. SMK-s lettél. Jó, te, aki... Bocsássam, egy kis helyreigazítás. Tehát én nem úgy lettem SMK-s, ahogy az Anna, hogy az első padban integettem, és azt mondtam, hogy én akarok lenni az SMK-s, hanem ott ültünk az első szülői értekezleten. Ne a hazzám, mert így volt. Ott voltunk az első szülői értekezleten, a tanítónéni azt mondta, hogy anyuka, apuka, valaki jelentkezzen, és senki nem jelentkezett. De vajon miért? De nem, de mindenki került a tekintetet, és rohadt ciki volt. Én csak azért jelentkeztem. Mert mindenkit lebeszéltél róla előtte, ne jelentkezzetek. Hagy legyek én, Majd én intézem. Nem, én azért jelentkeztem, mert senki nem jelentkezett. Az Anna azért jelentkezett, mert hiperaktív. Gyerekek, én tudom, én látom, hogy milyen az, amikor egy ember valóban belülről ezt akarja. Az Anna is tipikus SMK-s egyébként. Most azért nem vállalt el, mert szerintem már előtte gyorsan ketten elvállaltak, és látta, hogy ó, hát már elvállaltak, már nem tudok SMK-s lenni, és most magyarázza, hogy jó, biztos, nem is akartam. Biztos, hogy még egy SMK-s több kell. Ponyicki, üljön le, legyen szíves, 6 évre előre be vagyunk. A másik osztály, üljön le, legyen, ott is megvan az SMK-s, nem tudta elvállalni. De te is belül, te is az SMK-s típus ez vagy. Nem, egészen, most dolgozom, de be kell, nem, én megyek vissza a helyemre. Tudom, vágod a best-of-ot, igen. Nem, de figyelj, én nem, nekem oda tették a torkomra a kést. Hogy van az, hogy az összes SMK-s kérdez, hogy én nem akarok lenni, de na jó, nem. De azért elvállaltam. Nem igaz, nálunk most úgy volt, hogy föltette a két csaj a kezét, és örülnek, és csinálják, és minden. Én nem, nekem oda jött az ovon, és azt mondta, hogy ne haragudjon Anna, apuka elment egy másik
csoportban legyen kedves. És itt mondtam, írja hogy alá. Ne haragudjon, de én nem vagyok erre alkalmas. Dehogy nem. És olyan presszió volt rajtam, és ezt nem mosom le rólam. Hát komolyan mondom, Balázs. De azért vigyorogva hirdetted, hogy ki lett SMK-s? Ki lett SMK-s? Ugye? Tudjátok meg a Juli, Juli lett SMK-s. De most piszkáljás. Betűkkel, hogy végre SMK-s lettem, végre sikerült, Istenem. Úristen, megválasztottak. Úristen, megválasztottak. Ciki? Nem. Hogyis nem. Nem ciki. Van, azt gondolom, hogy vannak normális SMK-sok, de az SMK-sok nagy részének. Ezért hangsúlyozom, hogy nagy részének van egyfajta nagyon fura megmagyarázhatatlan küldetéstudata, amit nem tudok megmagyarázni. De ez mi? A képkeretre való gyűjtés, a túlvezérelt napi hatszoros e-mail, a szülői közösség összekovácsolása, a rendetlen gyerekek feljelentése, az a bemosszarolása, az intézkedés, jövésmenés, szervezkedés, és gyűjtés, majd... és van, aki azért ezt túlvezérelten csinálja, vannak normális SMK-sok. Picit úgy éli meg, mint hogy ő lenne Angela Merkel. Majd figyeld magad, ahogy változol, tehát ahogy telnek a hetek, egyre erőszakosabb leszel a nem érkező e-mailekre, figyelj. A nem visszaérkező e-mailekre, amikor felszólalsz tök majd az iskolában, igen. Akkor az lesz, hogy egyre erősebben fogod verni a padot, hogy már pedig megmondtam, hogy be kell fizetni, igen. Az osztálypénzt. Nem egyszer láttam, nem a mi óvodánkban, de vannak barátaim szintén néhány ilyen fura módon, még egy-egy anyuka is SMK-s, most nem tudom, hogy az, vagy nem, hogy elindul egy ilyen átzombisodás. Tehát fél évkor üveges tekintettel fogod gyűjteni majd az osztálypénzt, és leszúró e-maileket küldesz majd a szülőknek. Jussunk eszedbe, hogy valahogy ki átzombisodtak. Legyen kis zsebdiktátor lesz majd belőle, most figyelme. Még lazán azt mondja, intézet, persze nem leszel szigorú, januárra megmondom, hogy kör e-maileket fogsz küldeni, hogy küldjétek azt a nyomorúságos osztálypénzt. Igen. Tehát ez a pozíció, ez ezzel jár. Látod, már pozíciónak nevezi, tehát már értéke van. Azért, mert soha el nem tudnátok képzelni, hogy bármit csináljatok a gyereketekért, azon kívül. Csinálunk, hogy én a büdös életben nem leszek SMK-s, ez nem baj, csak... Figyeljetek ide, iszonyú kielemetlen volt, mert... Már jön át. Ez az, ott ültünk minnyájan, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy ki az, aki vállalná, és mindenki nézte a plafon, meg a pad alá nézelődött, meg minden, és olyan ciki volt, mert azt éreztem, hogy ha most nem teszem fel a kezemet, akkor tulajdonképpen ezzel aláírom azt, hogy én tökre tojok arra, hogy a fiammal mi történik ebben az osztályban. És te, mint egy hordozó rakéta, így kilőttél a padból. A tojok a fiamra, és nem leszek SMK-s, azért e között van egy árnyalat. Persze, nem vagy az, de csak jó. Mondom, hogy a tojunk, mi nem tojunk a gyerekeinkre, azért mert nem mondjuk SMK-sok, csak kellő távolságtartással kezeljük a képkeretre való gyűjtést. Most hallgassátok, figyeljetek. Nagyon szívesen befizetjük. Most hallgassátok meg Juli mentő mondatát, amit az előbb kezdett el mondani, hogyha én nem vállalom, akkor... Akkor nem vállalta volna senki. Jó, igen. Nem, nyilvánvaló színűleg elvállalta volna valaki. Fogadjunk, hogy úgy ültél a hátsó padba, hogy azt mondod, ne tegye fel senki a kezét, ne tegye fel, akkor robbanok, már jöhetek, tedd fel a kezed, most! Igen. Valaki jött megbocsad, és nem kérdeztek még senki. Figyeljetek, én szerintem én a jó anyuka, fej. Én a jó fej SMK-s anyuka leszek. Tehát most én rögtön mondtam, hogy én wellness hétvégére gyűjtök meg egyebekre, és magadnak, vagy viszed a szülőket is, vagy... Nem, az SMK-s osztálypénzből. Tehát, hogy így jókat fogunk derülgetni, meg röhögcsélni ezeken. És kedves nem... anyukák! Apukák! Tanáréni! A himnusz meghallgatás után a következő napi rendi pontokat szeretném előterjeszteni. Anya, mit csinálsz? Ja, gyakorlok, semmi gond. SMK gyűlés lesz délután. Bocsánat, de egyébként miért? Hogy firkapapírt viszek, akkor én már túlvezérelt anyuka vagyok? Firkapapírt. Folyamatosan. Tabletet fogsz vinni, meg ilyen lézeres, ilyen mutogató pálcát. És diagramok, meg grafikonok lesznek felrajzolva a táblára. Igen, preziket fogsz ott tartani szépen, akkor mutatnám, milyen pontos kivetítőket. Valaki húzza be a sötétítőt? Elkezdeném a prezentációt. Nem, mi is viszünk papírt, meg amire szükség van, tehát ezeket az ember viszi, meg nincs ezzel baj. Hát... De miért baj az, hogyha egy szülő ezt önként vállalja? Én mondom, azért vállaltam, mert ciki volt, és azért tettem fel a kezem, mert senki nem jelentkezett. De miért van az egyébként, hogyha egy szülő ezt önként vállalja, akkor ez gáz, ez ciki. Hát be kell szedni azt az osztálypénzt, meg kell csinálni a Mikulás csomagot. Utána néztem már az interneten, van ilyen SMK-s ruhabolt, hogy egyenöltözéketek legyen majd, hogy elmenjetek. Kérdezzek az Annát, hogy hol vette az SMK-s ruháit, hogy te is SMK-sként menjél be. Nem tudom, nyilván vannak, akik azért ezt normálisan intézik. Az elmúlt 10 évből bármilyen tapasztalatom volt SMK-sokkal, abban azokban a baráti körökben, ahol tudom, hogy a feleség SMK-s vagy volt, és elkezdtem vele beszélgetni arról, hogy mi és egy perc után üveges tekintettel ordított velem, hogy képzelem, hogy én nem vagyok SMK-s. Egyébként meg ez egy vállalás, hogy valaki SMK-s, olyan küldetéstudattal, hogy konkrétan megijedtem. Jó, és ő áldozat. És
És áldozat, az valakinek áldozat el kell válni, és egyébként is én vagyok a hülye, hogy én nem vagyok SMK-s, próbált meg, mondom, nagyobb társaságokban az SMK-s női szülők meggyőzni erről, és én nem értettem, hogy lehet így átszellemülni. Engem egy kicsit az Anna árulása. Az hát jó, hát abból le kell vonni a megfelelőt. Én hadd álljak most a Juli mellé, bár igen, tényleg én árultam el, szeretnék mellé állni. Én egy évig voltam, aztán lemondtam, de igazából fél év... Lemondattak. Nem, én magam adtam be a lemondásomat, ez a pozícióról, ahogy Juli mondta. Nem, én tudom most, mit érez a Juli, hogy itt ül. Ha valaki, én tudom, mit érzel. Hát te ültél itt, amikor kiderült, hogy SMK-s lettél. Igen. Sőt, szerdán, múlt hét szerdán ültem itt, amikor beszámoltam az iskoláról. Én tudom, mi ez. Igen. Tudom. SMK-s SMK-snak kiválja a zenét. Persze, igaz. Rögtön oda dobtad a Julit. Összetartunk. Vannak férfi SMK-sok? Volt egy apuka, aki önként vállalta, hogy összegyűjti az összes nevet. Voltál. Nem, összegyűjti az összes nevet és telefonszámot, és beviszi gépbe. Tehát nálunk mindenki kiveszi a részt. De ő nem egy feladat, az nem baj. Majd nézd meg például a levelezéseidnek a fejlődését. Kedves Kovács apuka, így lesz. Aztán csak Kovács apuka. Igen, aztán csak apuka. Aztán írjál vissza, van-e? Megvárom az iskola előtt. És azt mondom, hogy addig innen nem mész, amíg nem adod oda azt a nyavajás osztálypénzt. Figyelj, kell azért őket terelni. Nyilván ezzel egyetértek, hogy vannak szülők, akik nem visznek a gyümölcsnapra gyümölcsöt, nem visznek, elvárják az óvodán, hogy legyen papír, azért az be kell vinni, nem minden óvoda jól felszeretett. Nyilván ez kell. Ha nem teszel emellé, amit már látok a szemedben, hogy sajnos mellé tettél egy masszív küldetéstudatot, és én nem érzed úgy, hogy ez tényleg hihetetlen felelősség, akkor ha lazán tolod. Ha átszellemülsz és bezombisodsz, akkor nem, véged van. Nem, de akkor nem, minden fogod venni. De rajtad látszik, hogy semmi nem fogja elkerülni a figyelmed. Kedves szülőtársak, anyukák, apukák! Ne felejtsük el, hogy nemzeti ünnepünk előtt, augusztus 20-a előtt, ott lesz 18-a. Ilonka néni névnapja! Remélem, nem fog megfeledkezni senki arról, hogy ezt az 1000 forintot, amit közösen megbeszéltük a legutóbb, befizesse időben. Nem 19-én, maximum 18-án délután, ott szeretném látni az utolsó fillért is! A számlakon! És valaki visszaír erre, hogy de nyár van, Júli, adj békén, erre jön a válasz. Nyugodj meg, Júli, nyugodj meg, nyár van. Hogy tényleg ilyen leszek. Biztos. Figyelj, mondom, ez egyfajta küldetés. Miért beszélsz? Feltételes módban, és igen. Igen. Azt írva, aki Júli feszült, kínos 10 percnek élte meg azt a fél másodperceket, amíg nem jelentkezett senki. Tényleg, mi van, nem jelentkezik senki, akkor sorsolnak? Igen. És akkor Júli kivitte volna azt a 20 cetlit, amin a neve van. Júli, kérem, gyűjtse össze akkor a cetliket. Keverem, kavarom. Jó, hogy lássatok, hogy pártatlan vagyok. Húzzon Ilonka néni! Igen, de kettőt kell húzni. Fura, hogy a másik cetlin is Júli van. Két Júli van az osztályban. Nem baj, ha elakadsz, mi segítünk. Tehát ha nem bírsz a szülőkkel, szóljál, beszállunk a levelezésbe. Melletted vagyunk, csak lazán intézd. Viszont hoztam neked valamit. Hogy lásd, hogy azért ott legbelül nagyon mélyen még marad bennem valami jó. Isten. Mint Darth Vaderben. Ez egy olyan granulátum, ami eltünteti a kis hernyóidat. Most nyírják ki az egész buxust úgy, ahogy van. Nagyon jó. Nem baj. Az egész buxus. Meghalt. Buxus meghalt. Meg miért? Hisztelem. Mert meg elpusztult. Te is fiam, Brutus. Ez egy fajspecifikus rovalőrőszer. Fajspecifikus? Ezt, hogy arra csak arra az egész, ezt így gyakran használjátok, értem. Lovalölőszer. Egy döbbenetes lovalölőszer. Istenem, ezt a megoldó embered küldi? Ezt azért megoldó emberem küldi, és ellátott használati utasítással. Szedd ketté a granulátum mennyiségét. Feléted meg. Fogj egy 500 eurós tekert össze. Nem. Önts bele 10 liter vízbe a felét, és permetezd le ott, ahol vannak. Csak esőben nem jó, mert 24-ig után a permetezett részt nem érheti víz. Aha. Tehát várd meg. Ha kinyírják a növényzetet, nem kellett volna megölni. Hát mondtam, de most hogy már nem nincsenek ott. Eltűntek. Ha nem, nincs mit enniük, megdöglött a növény. De szerintem készülnek valamire egyébként. De ez miféle primitív kertészi megoldás, hogy azért, mert hernyók vannak, a komplett növényzetet kiírtjuk. Hát ez egy szörnyű megoldás. A természet barbár elpusztítása. Hát finom szerrel meg kell ölni a hernyót, és utána szépen meg kell tápozni azt a babért, vagy nem tudom, amin van. Nem adtatok borravalót, nem akarnak többet jönni? Ha visszajönnek, elfelezed 10 liter, lepermetezed, igen, vársz egy napot, és a másik felét beleöntöd, megint 10 liter, megint lepermetezed, kettő között 24 óra telik el, és 24 órában ne érje folyadék a növény, tehát száraz időben ajánlatos. Akkor az idei év, ez abszolút alkalmatlan erre a permetezésre.
Mert hogy 24 óra nem telik el eső nélkül. Az most nem, igen. Jó? Köszönöm. Balázs gazda. Köszönöm, tanácsa is. Jó? Tessék. Gyerekek. A másik énem az, aki otthon kertészkedik. Az maga az en. De tényleg, ha visszajönnek, csináld meg. Sajnálom, hogy kiirtottátok az egészet. Jó, csak jó helyen tárol, ne rakd be a gála pudingporok mellé. nem lesz nagyon finom. Cserébe, hogy elvállaltad az SMK-t, azt hittem, hogy meg tudlak szabadítani a hernyóktól, hogy én is tegyek egy kis jót. Na? Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, ki fogom próbálni, és aztán majd beszámolok. Aztán nem küzdeni vele a konkurencia ellenben. Az a rohadt Kriszta, az is le akarod menni, meg az Ági. Nem fogtok az almának az egyik oldalát. Belemártom melyik is. Igen, használd. Jó? Köszönöm. Egy-két SMS. Én 24 évig voltam SMK-s. Oh. Ott nem volt okos a gyerek, ha addig járt iskolába, vagy hogy? Az hogy van? Elbalagott a gyerek, egyébként. És te SMK-s maradtál? Hát vagy több gyerek volt. De 24 éven keresztül. Hát nagy családos. Igen. SMK-s vagyok, én voltam nagyon a hülye. SMK-s vagyok, én voltam a hülye, hogy elvállaltam, írja Kata. Én is úgy lettem SMK-s, hogy Juli, aztán a második fél évkor beolvastam a mindig elégedetlen és igazságtalan tanítónénnek, és lemondtam. Aztán átvittem a gyereket egy másik iskolába, azóta csak egy egyszerű anyuka vagyok, írja Veronika. Tegnap adtam ultimátumot az asszonynak, döntsön, SMK vagy én? Ott azért már nagy problémák vannak, nem? Asszonyka kicsit belelovalta magát, igen. Balázs, milyen vagy? Én is vállaltam, mert mindenki kúszba ült, Babilon. Na de akkor Babilon is igazolja, hogy ő is csak azért vállalta el, mert mindenki csöndben ült, nem? Tehát nem akart SMK-s tenni, senki nem akar SMK-s tenni. Imádom ezt a két csajt, ne hagyjátok magatokat, puszi Judy. De látjátok, hogy kicsit átszellemült? Valaki kiszúrta, hogy milyen jó vagyok felszólalásban. Egyébként igen, hogy ez neked marhára megy. Nem vagy te SMK-s véletlenül, Jani. Igen. Na jó van. Oké, fél tíz múlt pontosan 3 perccel, várunk még friss közlekedési híreket. Jött is egy gyorsan, a 84-es úton Sárkeresztesnél általános razzia van, úgyhogy ott figyeljen mindenki. Ezt Laci küldte nekünk, és az M7-es 42-es kilométerénél Székesfehérvár irányában van egy kis trafink, úgyhogy ott is mindenki figyeljen a sebességre, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek, itt vagyunk. Trafi van Békés Csabán, egészen pontosan Békés Csaba felé a 44-es úton Kecskemét után. Megálltam, megkérdeztem, és mind a kettő irány méri. 90-es tábla van, és 101-től van bírság, ezt is megkérdeztem. Amúgy egy szürke civil autóból mérnek üt Peti. Peti, milyen rendes, hogy ezt kiszállt, megkérdezte, leinformálta, majd elküldte SMS-ben, nem? Szerinted ez létező sztori, hogy bekopogtatsz, hogy rendőr urak, jó napot kíván, merre mérnek? Hova mérnek? Megálltam, megkérdeztem, mind a kettő irány mérnek. Ezt is megkérdeztem, 101-től van a büntetés. Nagyon, Peti, nagyon, nagyon jó, rendes. Köszönjük. A Maglódi úton is van egy trafi, azt nem tudom, hogy hol. És a 31-es úton nem tudom, hogy mi van, mert itthon ülök és pálinkát iszom. Ja. Köszönjük. És van még egy jó hír is egyébként, amennyiben esetleg igényli valaki, akkor Juli tud vállalni több osztályt is. Igen, jelentkezik. BSMK. Igen. Na, mutatjuk, hogy miről is volt szó a mai Morning Show-ban. Ugye a munkahelyi balesetekről beszélgettünk, mert hogy kezünkbe jutott egy cikk, miszerint több mint 17 ezer, 3 napnál hosszabb ideig kereső képtelensége járó munkabalesetet jelentettek be. Ennél nyilván több van, ez a 17 ezer, ez egy kicsit furaszám. Arról beszélgettünk, hogy kit milyen munkahelyi baleset ért, hallgatóink is írtak nekünk SMS-t. Valamint kipróbáltuk a napokban forgalomba helyezett Bubi közbringa rendszert, amiről kiderült, hogy egészen flottul és jól működik. Ugye voltak néhány, volt néhány probléma. Hát de az én bénaságom valószínűleg. Az inkább csak a Commodore felhasználó ismeretek igen, miatt. Igen, fél spektrumon volt ez személy. Igen. Az első az egy kicsit az első lépések, ott a helyszínen kicsit molyolósak. Tehát, hogy mégiscsak ismeretik az ember a rendszerre, de ahogy egyébként Feri is elmondta, ott Lóránt személyében például, ez a bizonyos ponton is, meg hát az összes többi ponton is lesznek olyan emberek, akik segítenek. Egy hétig még. Tehát ezen a héten vannak, aztán már nem, de egyébként 5 perc a regisztráció, még a bénáknak is mindenkem. Igen, jól ment. Úgyhogy kipróbáltuk Malacon a... nincs kód, értem. Kipróbáltuk a Bubit is, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 9 perc múlva pontosan 10 óra, nem a 7-es úton, hanem a 81-esen a 7. kilométernél van valami. Ez egy helyesbítés volt. Azt mondja, hogy a 7-es úton igen, de akkor nem a 81-esen Székesfehérvár előtt, Sárkeresztesnél van az a bizonyos razzia, valamint az M2-es 30 és a 32-es kilométerek között három lábú áldogál, úgyhogy ott is figyelje mindenki. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Szerintem megbántottátok a Julit.
Még nagyobb hivatást tudattal végzi majd a dolgát. Nem, senki nem lesz SMK-s, aki nem akar. De hogy én ezt már tegnap tudtam, hogy ő az, és mondtam, hogy Gyuli készül holnap egy megszólás erejéért, és röhögött rajta, úgyhogy... Tök érdekes, hogy férfiakat nem ismerünk, akik SMK-sok, de szerintem mindenkinek a felesége tudna nyilatkozni, akár ebben a szobában is, kivéve Laci, hogy mindenkit megkörnyékeznek, hogy te egy alkalmas vagy, te ezt tudod. Ez neked való vagy. Feladat. Igen, pasik ritkában vállalják, de van, amikor vannak pasik. Igen, csak hát erre is, ha olyan típus vagy, aki kevésbé szeret SMK-s lenni, akkor van egy válasz, azt mondod, nem. Igen. Volt megkörnyékezés? Hajaj. Finoman? Körbe nyalogattak, körbe szimatolgattak benneteket? Folyamatosan. De tényleg ezt gondolom, és most nem rossz indulatban mondom, vannak, akik tényleg alkalmasak. Szerintem rá, van egy is olyan vannak, ember akik típus, jó, aki örül a lehetőségnek, aki szervez, aki tesz-vesz, aki a gyereket helyett is gondolkodik, vagy helyetted. Ja, van, aki tök jó programokat szervez, amire az ember gyereke ugyanúgy elmegy. Persze, igen. Az tök jó. Voltál futni? Voltam, képzeljétek el, megtört a jég, végre valahára megembereltem magam, és felkeltem reggel 6 órakor, ahogy azt régen is tettem, és elmentem futni. Hát le a kalappal. A futás miatt előbb kelni, az... Ugye? Az egy külön, komoly teljesítmény. Hát, most ezt nyomom megint. Nem, most már nem állok le. Most már belekezdtem. Most már egyre korábban kezdtem. De 5-kor, 4-kor. Ne, azért annyira nem. Csak rájöttem, hogy az a délutáni futás is nagyon-nagyon jó, csak akkor pont abból az időből veszek el. Most már a gyerekek is ugye suliba vannak, hazajönnek 4-kor, én meg elköszönök, hogy szavaztok, bizony. Mentem futni. Hát meg nem szertan, amikor délután SMK-s gyűlés van. Ja, hát és ráadásul igen, amíg a Laura megy SMK-ra, addig én otthon vagyok a gyerekekkel. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Azt írja valaki közben, egy kicsit azért aggasztó, hogy egy 4 tagú család 100 000 vizet kaucionak, hogy tekerjen egy picit a vasárnapi napsütésben. Igen. Vegyenek bérletet, és akkor nem kell. Van gyerekbringa is? Vegyenek szobabiciklit. Ha bérletet veszel, akkor egyébként tényleg nem kell. Morning Show. Az bizony. Hello! Hello! Kicsit, hogy gyanakodtál, hogy sejted is, de nem is, mondd el, nem mondd el, ugye? Jól éreztem, hogy volt egy hát kis... Hát igen, féltem, hogy más telefonál. Igen, már munkában, Tomi? Hát igen, már lóba. Igen. Tomi, aki gondolom egy kúton dolgozom, mert Tomi a kutas, ugye? Ezt írtad, hogy igen, hát vezetem. Hogy kikövetkeztettem, igen. Na, írtad nekünk, hogy ha már ez a bizonyos cég támogatja a Bubit, akkor miért nem Bubi Ewingnak hívják? Nagyon fáradt volt. Nagyon fáradt volt, de nagyon, nagyon szerettük. Tomikám, te vagy a naphallgatója ezzel az SMS-sel, és van egy köszönöm szép ajándékcsomagod. Jó, nagyon szépen köszönöm. Régóta vágytál már erre, úgy hallottam igen, magadon. Igen, már egy pár 10 000 SMS-t küldtem nektek. Mert az összes SMS-t mindig te küldöd, igen, ami bejön. Igen. Hány éve dolgozol ezen, hogy te legyél a naphallgatója, vagy hány hónapja? Hát egy 5 éve szerintem. Komolyan? Üldözgetem, de ez mindig hallgatott rá jelente. De nem írod mindig így alá, hogy Tomi a kutas, mert nem rémlett nekem, hogy nem volt annyira ismerős. Ja, nem, általában csak Tomit szoktam írni. Azért mondom, mert így, hogy Tomi a kutas, ismerem, hogy kik azok, akik folyamatosan aláírják, vagy úgymond törzshallgatók és alá is írják, de ez a Tomi a kutas, ez még úgy nekem nem épült be. Most már így fogom. Jó, Tomi, az jó, én azt szeretem, akkor minden hallgatót tudok külön. Jól van, oké, Tomi, küldjük neked az ajándékcsomagot. Helyileg hol hallgatsz minket, azt mondd még el. Újpesten, tehát budapesti vagy. Jól van, Tomikám, gratulálunk, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen, köszi, sziasztok. Ciao, hello. Csabikám, remek zenék lesznek? David Gettát hozom. Ezen kívül lesznek még... Aki ráadásul most felfedezett egy olyan fiatal embert, vagy hát nem ő fedezte fel, mert ő már korábban is énekelt, de ő hozta be így világszinten a köztudatba, Sam Martinnak hívják, ő egy amerikai énekes, és a Janin kívül szerintem már senki másnak nem meglepő, hogy egy olyan diszkódalt írt, aki közösen, amiben gitár is van. Nem mondd már, gitár egy diszkódalban. És igazad volt, tényleg. De ráadásul ez ilyen western gitár van benne, aha, mert hogy a spagetti western filmek ihlették ezt a dalt, az a cím, hogy Lovers on the Sun, és nem csak a gitár miatt, de ez egy nagyon-nagyon hangulatos, nagyon klassz dal, úgyhogy hozom nektek.
Megjött a kedvem meg. Nagyon jó. Jók is maradjunk együtt. Meg. Évek óta minden reggel úgy tud beszélni egy dalról, hogy mindig megjön a kedvem meg. Istenem, komolyan. Így senki nem diszkóz fel egyetlen számot sem, főleg nem egy olyan diszkószámot, amiben hallható Western gitár is. Pedig hát amúgy is David Guetta rajongók vagytok, ugye? Hát viccel. Mindannyian látom az Guetta-s pólóba volt. Így van, tiszta Guetta volt. Tiszta Guetta volt, hogy lehette magát zakkásával. 555-55-00. Nem kell poénkodni. Józsi, fizetne érte. Te akartad. 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao.